open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 16 perccel, gyerekek, hát Sláger Rádió vagyunk, már komolyan mondom. Hello Feri, hello Jani, hello, jazz meg az. Hát milyen régi dalokat ásott elő valaki. Uh-huh. De milyen szépen megtisztították egyébként, miután behúzták Bakelitről. Igen. Egyébként ez egy ilyen legjobb jazz meg az album, ez meg az első. Szerintem ezzel indultak egyébként. Valamikor, én nem is tudom, 2002-2003-ra tenném körülbelül, 2001, uh-huh. valahova ide tudnám elhelyezni a jazz. Repülők után volt egy kis szünet. Volt szünet, és akkor utána volt. Hát én még Z-pluszos voltam, én még Z-pluszos, vagy illetve akkor már vivás voltam, igen, nagy durranás. Nagy durranás volt, tehát akkor mindenki várta, hogy hú, a Geszti mivel fog visszatérni, és aztán ezzel. És nagyon be is durrant, igen. Hangulatos, jó kis zene volt. Na jó, jó, jó. Jó mulatság volt. Akkor igen, hát kicsit kezdjünk, kezd a zenei profil átalakulni, de nincs ez a baj, hát hogy azért vannak változások, meg voltak a rádiónál, ez nyilván azt vonja maga után, hogy zenében is egy kicsit változik. Azért, mert valami régi még lehet jó. Ez így van egyébként. Ez igaz. Ez meg aztán pláne, tehát a jazz meg az abszolút. Jazz meg az pláne. Ma találkozom Peterrel, mert forgatunk egész nap. Na. Peterrel? Majd Peterrel. Mondd meg, hogy csörgött a kassza ma reggel. Ma keresték 200 forintot. Ma keresték 200 forintot, ma egész napot együtt töltjük. Mit csinál, zsűrizik? Várja, nem, az a baj, én sose tudom, tudod, és mindig bajba kerülök, hogy olyat vagy mondok el, amit coachod. Nem lehet, én nem tudom, igen, új coachom van. Nem mondhatok semmit, vagy hát a fene se tudja, hogy mit mondhatok, mert mindig aztán leszúrnak. Azt én tudom, jó, de azt sem mondhatok. Azt. Mindig leszúrnak, hogy aztán nem, miért beszélek előre, amikor még nem volt sajtótájékoztató. Én nem tudom, hol vagyok időrendben, hogy ezt már lekommunikálta az RTL, én így nem tudom. Szóval, hogy nem akarom. Jó, ha valaki hallgat a felsőbb akárhányból, akkor dobja meg egy SMS Balázsra, hogy beszélte róla, vagy sem, mert, hogy... Igen, kicsit segítsetek már, hogy most mi van? Most mi a kommunikáció? Volt már, Péter, nem volt? Péter, tedd le a borotvát, majd befejezed később. Dobjál meg egy SMS-t. Igen, valaki írja már, most lehet, hogy nem lehet. Na, ha elkapott az új titeket tegnap? Hát volt egy pici. Igen. Fú, nagyon volt. Állunk, nagyon durva eső volt. Volt, de most már nem lesz. Tehát most péntek szabad vasárnap, amik tök jól, már ilyen 5%-os esélyt adtak arra, hogy esni fog, úgyhogy nem lesz ebből semmi. Most is látszik, mert gyönyörű az ég, viszont reggel olyan köd volt, mint az állat. Hát nyilván bejön be, persze. Nem? Gyönyörű persze. Volt. Hát gyönyörű, igen, pára. Volt. Igen, állunk is, hát kiléptem a ajtón, kint tudok csak most megállni. Vízpár. A garázson túl, a házon túl, az üvegtigrisen. Most már be se tudsz, mert már a területre se már a területre se tudok bemenni. Már is a tiéd. Üvegtigris. Kertfelújítás zajlik nálunk lassan, nem tudom hány hónapja. Mert szépet ki vannak akarnak az idegeim. Tessék? De és ezt szokták mondani, Sebestyén úr, mi szépet akarunk magának. Ez az indul. Nem szép lesz? Szép egyébként, tényleg szép, csak nagyon nagy rumli van, nagyon nagy sár van, nagyon nagy kosz van, és most már tényleg engem is nagyon idegesít. És hogy kiléptem, így olyan volt, mint a dzsungelbe léptél volna ki. Párás. Hát ha ilyen párás, gyönyörű. Hát ha egyszer azt kértél tőlük. Igen. Eső most erdőt. Kérted, de egy-két persze. Kazuár az ágon ugrabugrált, és paradicsom madarak buktak, és hihetetlen pelikánok szálltak el. De tényleg nem, szóval egyszer nagyon-nagyon párás volt. De jó, ez a reggel, ez mindig jó. Mindig megállapítom, hogy jó korán kelni, ezért az egyes szeretek korán kelni. Hogy kilépsz, és úgy még alszik mindenki, de te már kint vagy, friss vagy, és ez valahogy ad egy lendületet. Aztán bejössz a kocsiba, és ez elmúlik. Tehát egy percig tart. Igen, igen. Pont most gondolkoztam azon egyébként, hogyha esetleg véget érne ez a rádió, akkor most először érzem azt, hogy már nem érzek magamban ijegységet vagy pánikot, hogy úristen, mi lesz másnap, hogy akkor most nem kellünk, és akkor most nem fogok kelni, és akkor mi lesz. Hanem így el tudom képzelni, hogy van egy év. Tovább alszol. Igen, hogy van egy fél év, vagy van egy év, amikor az ember kicsit így visszavonul, és visszaköltözik a saját életébe. És hát ha erre az élet ad lehetőséget, hogy mondjuk nem lesz freki, nem te döntesz úgy, mert mi nem tudnánk úgy dönteni soha. Milyen munkamániások vagyunk kicsit, nem? Igen. Ilyen workaholikosok, akik tényleg mennek és csinálják. De most, ha az élet azt mondja, hogy állj, akkor lehet azt számolni, hogy most nem keresem a lehetőséget annyira. És fél évig. Egy évig. Milyen jó érez neked, mi? Zsül leesett a pult mellett. Zsülnek a kezében, megállt a sonkás szem is. Mi van, hülye vagy? Leírta SMS-be, vegyetek egy express. Hogy tetszett mondani? Ez biztos, Bali, igen, jó, jól?
Jó, hát nem, csak nem, úgy... hát nem. Technikus munkát keres. Mi a ló? Nem, igen, hát ha mi megyünk, akkor mi nagyjából együtt megyünk, de hogy a fene se tudja. Szóval most érzem én azt, hogy úgy vagyok már lemerülve, hogy úgy biztos mindenki érezte ezt, hogy már egy hétvégén nem biztos, hogy elég. Vagy hogy egy hét nyaralás, ami nagyon jó, de hogy már nem tölt úgy föl, mert sokkal mélyebben vagy már úgy egy kicsit lemerülve, hogy úgy most már 20 éve tolom, 10 éve a reggel, igen. És ti is. Lehet, hogy most úgy, ha az élet azt mondja, elég, akkor azt fogom mondani, hogy ez most nem jött véletlenül. Kicsit hagyd töltek ezzel. Igen, ráadásul aztán két is. Napban följök valakit. Na, jó, gyerek, oké, pihentem, itt vagyunk, tárgyaljunk. Ismerve magamat, igen, akkor jó, itt vagyunk. Nem azért két hetet hagy magadnak. Hát meg a kicsit feltételek. Kell. Meg az, hogy tehát, hogyha meg folytatás, akkor hol meg, milyen formában. Tehát, hogy én már megmondom őszintén, hogy picit befáradok ettől a Népligettől így reggelenként. Tehát, hogy így ma reggel is így jöttem, és így körbenézek, és így rettenetesen ilyen lehúzós környék az nagyon egész. Tehát, hogy így most is elgondolkodtam rajta, hogy vajon az az ember menthető-e még, aki megissza reggel itt a kis fél literes dobozos sörét, mert ezzel indítja a napot, hogy nem kávézik, vagy már a kávé után tolja le, hogy legyen valami folyadék is, izotóniás jelleggel, és hogy ott van tőle három lépésre a kuka, és hogy miért nem dobja, és miért rám vár mindig, mert kidobom helyette. Szerintem hát, mert tudja, hogy jössz. Hát tudja, hogy jössz. De erre szerintem ne építsen, nem akarom megmenteni helyette a világot. Ez jó, már pacizik, hogy köszi, Jani. Hogy ő tényleg mire gondol, amikor leteszi oda, és ott van tőle három lépésre. Én már nem megyek föl. Lehet, hogy látássérült, nem látja. Az is igaz. És akkor meg szegény, így ugye? Van, így van. De akkor jobbra föl egy picit, jó? Kézzel ki tudod tapogatni a szemetet. Mondjuk az utca, az a másút is ilyen lesz, csak mondom. Tehát, hogyha valami nagy épületben lenne esetleg a következő munkaadónk, vagy ez a munkaadónk oda átköltözne, akkor azért az utca tudják értelmezni azt a kukát, hogy mire van. Hát, az összes többi dologról meg nem is beszélve, hogy egyik lépcső kis dolog, másik lépcső nagy dolog. Hát ezért álltál a robogóra, szóval itt már nincs mentség. Ezért kell robogoznod. Igen. De ez mindenképpen még novemberig csináld meg. Most képzeld, de hogy fogsz bejönni a robogóval, ott is 10 méterenként megállsz felszedni a szemetet, hogy mi lesz? Nem. Nem. Nem fogom tudni takarítani a villamos megállókat. Sajnos azon túl. Rám ne számít csak a... De nem is fog az hiányozni. Igen, nyilván ebben egyébként ez is benne van, hogy már jól lenne, ha kiderül, hogy mi van, nem? Szóval, hogy ez a legrosszabb. Kicsit ilyen lábblérni, ilyen levegőben lógva rádiózni, ez egy ilyen nagyon hülye helyzet. Tehát most már lehetne valami. Próbálj kontra. Valamit, igen. És akkor már tudod, becsülettel novemberig, ha igen. Kell, akkor ott a vége, ha nem, akkor megyünk tovább, csak tényleg jól lenne tudni. Igen, hát amikor ugye Neo meghalt, akkor is mondták a Lajosék, beszéltem velük sokat, hogy az utolsó pár hónap az már azért volt nagyon nehéz, mert egyrészt nyilván jó kedvet kell sugározni, de kettő már jobb volt, hogy egyszer csak vége lett. Mert ahol már nem kaptak vizut nálunk, ez nincs, meg nagyon korrekt, meg mindenki azon dolgozik, hogy legyen freki, tehát nem, szó nincs erről. Csak hogy mi nem azon dolgozunk, hogy vége legyen, csak hogy derüljön ki valami. Mert jó ez lenne, már most tűnt. Már ilyen nagyon nagy levegőbelógás. Nem? Nagyon közeleg az idő, hát most már azért szeptember. 19-ig. Ott van az utolsó, hogy valaminek azért ki kell derülnie. Bár már egyébként ott korábban azt mondták, hogy itt a június-július magasságában tudni fogunk valamit, nem tudunk semmit. Ehhez hát azt képest. Tudjuk, hogy mikorra kell tudjunk valamit. Na igen. Ugye? Ami nem sok. Igen. Úgyhogy hát meglátjuk. Na mindegy, a lényeg, hogy július utolsó pénteke most itt van, és aztán hétfőn már augusztus. Áj, de szép. Hétfőn már augusztus, elment a nyár két harmada. És holnap készülhetsz az iskolában. Na nézd, szeptember vagy novembertől tudod vinni a Benit. Hát azért annak is van egy... Na, látod? van az is igaz, hogy sokkal tovább alvást azért ez nem jelent. Nem fog, nem. Így van. Nem. Messze van tőletek az iskola? 11. kerület. De már költöztetik a szomszédba az iskolát. Ja, már szóltunk neki. Először egy nagyon kedves hangvételű levelet írtunk. Már a kertészek megnézték, hogy ott is rendbe tegyék azért. Igen, és utána az önkormányzata megvonattuk a bérleti jogot. Tehát, mit gondolsz, minek csinálja a kertet? Hogyha nem költöztünk el, ugyanakkor Török Bálinton természetesen egy nagyobb földterületet tudtunk a rendelkezésükre bocsátani. Nagyon jó. Költözik az iskola. A 11. kerület nincs messze, nem? Mi, fél óra? Hát körülbelül igen. Igen, nekem 10, másnak 25. Igen. Ki, hogy jó, de aztán ne felejtsd el, hogy ott nincs, hogy ilyen berakjunk még egy zenét. Igen. Tehát ott, igen. Nem tanárnő, még egy szünet. Jó, hosszabbítsák meg a csengőt, a gyerekeknek legyen 10 perces a becsengetés. Tehát van még egy becsengetés? Van. Kell egy közös jelzés, az kell, hogy elkezdődik. Az menő. Dolog. Megint én talán, igen, így jön még egy kávé. Mindjárt benn vagyunk. Jó, ne kezdjék még el a történelmet. Van egy kis csúszás. Igen. Igen, hát indul az iskola. Augusztus végén évnyitó, és akkor szeptemberben. Szeptemberben már. Amikor például ősszel tavaly volt egy kis szünetünk, na. És otthon lehettünk, én szünet. Annyira imádtam, nem, hogy mi tartottunk, azt hiszem egy pár napot, ja. Valami volt. Olyan jó volt panyeszt iskolába vinni, mert ugye egyébként nekünk kimarad a reggel a család abszolút. Életéből, és olyan, jó, mondjuk elég is volt az a három alkalom, de az nagyon jó volt. Igen, igen.
Na jó van, akkor gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Ferit megkimasztuk kicsit, ugye? Árammal csapattuk, lőttünk rá, és mindent megtettünk, amit meg lehet. Ma már érzem a karom. Ma már visszajött? Ma már visszajött reggelre. Elmúlt a zsibbadás? El. Hát, nézd. Aki rágyújt. Na, persze, hát az így jár. Most is érdemes volt azért, vagy érdemes végigolvasni a kommenteket, hogy hányféleképpen értelmezik ezt a... Sokan. Ezt az egész történet, igen. Egyrészt még sokan győznek, hogy rádió műsor, értitek. Igen. Azért volt, akinek volt humorérzéke, hál' Isten, úgyhogy azért sokan értették. Persze, nagyon sokan élvezték, nagyon sok embernek tetszett. Igen. Úgyhogy megmutatjuk, hogy kínosztuk Ferit, aztán lehet jelentkezni játékra, döntőzünk 2-2. Bizony. Aha. Ajajajajajaj. Hát akkor valaki visszarántottuk, és ma eldől. Igen, valaki olyan jelentkezzen, aki bírja a nyomás, gyerekek, mert itt 2-2, itt ha valaki megrogyik, vagy megrogy, vagy hogy mondják ezt? Kit érdekel? Az is igaz. Összetolja magát. Akkor... akkor nagy a baj, mert elment a hét, és azt kell, hogy mondjuk, hogy akkor viszont rajtatok ment el, úgyhogy ide most emberke bajuszos, aki bírja. Bírja a nyomást, jó? Mutatjuk az ismétlést, aztán jövünk a hírek után. 9 perc van, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk veletek egy jó kis train után, és jön a jó idő, igen, erről beszéltünk, meg talán a hírekben is elhangzott, nem hallottam, hogy kánikula lesz. Nagyon durva, meg 2 napig fog tartani. Tényleg? Hétfőtől? Hello? 2 nap? Figyelj, én nem tudom, én lélekben azért egy kicsit nagyobb nyarat kívántam magunknak, meg úgy többet, meg jobbat. Igen, jön egy hidegfront hétfőn, a változatosság kedvéért, ami viszont lehűti majd a hőmérsékletet. Nem lesz hideg, meg nem lesz esője, 28-30, de ez a 36-38-as kánikula, ez megszűnik. Úgyhogy egy kicsit hűvösebb lesz hétfő kedden. Igen, a viharok nagyon jó. Hát tényleg, ez a szokás, ez hol süt a nap, de most ez jó, legalább most hétvégére esik a napsütés, ugye, mert tavaly pont azt mondtuk, hogy mindig az volt, hogy egész héten ültünk itt, benn néztük a jó időt, végre itt a hétvégén szakadó eső. Nekem majd hétfőre is 31-et jelez, nem, csak 28-at, az időképpen jelez 31-et, csak ugye sok vihart. Nem néz ki jól a jövő hét. Lesz szárvíz, nem lesz? A Duna mekkora? Nem is néztem, most nem hajóztam sokáig, meg nem vízisportoztam. Mi volt most? Nem mondták, hogy lezárják? Hát ennyi eső, figyelj, ennyi csapadék, hát hova? Lefújik. Tegnap mentem a gyerekére a táborba. Igen. Este ilyen fél hét körül. És olyan eső, özönvízszerű patak zuhogott ott végig Érden, mert ott van a gyerek táborban, hogy az valami elképesztő, ilyen, mondom, csináltam videót róla, nem hiszed-e? Ez mi volt? Elindultam a mennyei kórus. Igen. Halleluja! Elkezdett örülni a telefonot, hogy hozzányúltál. Igen. Azt gyerek, hát tengelyig megy az autó előtted, oda néz. Kemény. Amit te meséltél, hogy ilyen buzgárok jönnek föl, a csatorna nem tudja elnyelni. Nagyon és durva. Én, mint egy, érted, egy CNN híradós videóztam. Biztos, hogy ezt nem te kérted a kertészektől? És egy patakot. Igen. Egy patakot, srácok. És ezt tudjátok hozni? Igen. Azt mondták, srácok, nagyon jók vagytok. Igen. Srácok, ez picit erős lett. Azért ebből vegyünk vissza, hogy zárjuk el a főcsapot. Nem rossz, de raftingolni nem akartunk. Na. Szóval 2 nap nyár, akkor most hétvégére. Jaj. Jó az. 2-2. Kettő-kettő. Jól van. Hát akkor nézzük meg, hogy ki az, aki felkészült a döntőre. Kit választott, és kivel játszunk, már is itt van a hét, és nem csak a hét, a hónap utolsó. Azt a mindenség is kezd. Augusztus. Éjjjj, jövő héten már augusztus. Na, játszunk már is. Nem játszunk? De játszhatunk, attól, mert nincs szignál. Persze, nem érdekes, majd eldudoljuk. Fekete. Egyébként elkérélek rádiós. Jó van, nincs színe, nem? Jaj, jó, mindig nem érdekes. Jó reggel. Húzzuk itt az időt. Halló. Halló, sziasztok. Jó reggel. Hát itt sokkal gyorsabb, egyszerűbb. Jó reggel. Jó reggel, Tero. Jó reggel, sziasztok. Dani vagyok. Danikám, honnan hívtál minket? Én most jelenleg Ausztriában hívtam a titeket. Hát csak meg se lepődik. Hát honnan máshonnan? Hát igen. Én buszozok, úgyhogy aztán így meg itt tudlak titeket hallgatni. Mit csinálsz Ausztriában? Buszozok, autóbuszozok. Ja, azt hiszem, hogy buszon ülsz, hogy mész valamilyen. Nem, én szállítom a utasokat. De valamilyen osztrák közlekedési vállalatnál? Igen. Ez egy helyközi járat, tehát faluról falura, per pillanat most szünet van, úgyhogy ezért tudok veletek játszani. Bocs, de az osztrákok mit csinálnának nélkülünk? Semmit. Most egyre inkább... Bezáratna az egész ország. Semmit, jó. Hát,
jobb fizut adnak, és ezért elszippantanak bennünket. Azt értem, csak hogyha a magyarok azt mondanák, hogy, holnap beteg Szabi, de az összes. Jaj, sajnos holnap nem tudunk bejönni, akkor így... Hát ez ugyanolyan, mint az ország. Szavaztak a Brexitre a hülyék, és ezt kiderül, ezért ott mindenki, aki szakács, aki főz, aki mosogat, aki kiszolgál, aki ellát téged, az egyébként nem angol, hanem mondjuk magyar. Tehát, hogy így... Mennyivel keresel többet? Nem kell megmondani pontosan, csak érdekel. Tehát egy magyar buszvezető átlagfizetéséhez képest hányszoros az osztrák? Hát azt mondom, hogy a háromszorosa. Nem mondod komolyan. Tehát olyan kétszer-háromszor többet. Uh-huh. Ugyanannyi munkával, olyan munkarenddel nagyjából? Körülbelül... Így van, meg jobb eszközparkkal, tehát. Ja, azt mondjuk, ezen nem jelentőttünk. Az nem nehéz. Nem is akartunk rá kérdezni, mert... Az valószínű, hogy korábban is jobb. Igen, azért itt karban vannak tartva buszok, tehát hozzáállnak, hogyha hozzá kell. Igen, csak észak-korában, ha később falhoz állítanak. Igen, hogy picit más rendszer. Figyelj, és te Magyarországon laksz, vagy kisköltöztél? Vagy igen, átjársz? Én Magyarban lakok, én a határ mellett lakok, és egy ilyen 40 kilométer nekem az 40-50 kilométer naponta, és akkor reggel jövök, este megyek. Uh-huh. De a busz hazavéted? Nem. Az a járhat be. Igen, az utolsó kör a házad előtt áll meg. Na jó van. Hát figyelj, örülünk mindig, amikor ilyet hallunk, nyilván, hogy te megtaláltad, közben pedig baromira szomorkodunk is. Na figyelj, kivel tennéd akkor föl az ide a pontot? Mert itt utolsó játéka. Én most Perire gondoltam. Nagyon jó. Látszani? Jó, esetek egymásnak akkor. Hop. Na, hát Csak a szokásos légkondi. Jani? 3, 2, 1, fire. Dani, ott is sárga a busz? Sárga? Itt fehérek a buszok. Akkor itt a vége van. Köszönöm szépen. Fekete-fehér. Ezek a tiltott szavak. Ez gyors volt. De szépen becsapdáztad. Van egy árja. Hát ne haragudj. Ugye? Megyek utánad, mester, világítasz a sötétben, azt és én mondani. Szaladok, hogy foghassam legalább a bokádat. Danikám, ez a fehér, ezt te elfelejtetted. Hát ez el az igen, meg a nem az bennem volt, úgyhogy ez most teljesen kiment. Hát. Csúnya volt. Na most szép volt, vagy csúnya? Döntsük már el. De nagy csapda volt ez, nagy még csapda. Jó, hogy az elején tudtunk beszélgetni, mert most két zene jönne. Bizony, még jó, ha éreztem. Milyen jó tempó érzékel dumáltunk mi az elején. Hát akkor elbúcsúzunk. Köszönöm, ne haragudj. Köszönöm, hogy játszhattam veletek, hát majd talán legközelebb. Talán legközelebb, hát lesz még ilyen legközelebb valamikor. Jó, köszi. Oké, sziasztok. Szia. Hello, Dani. Meg is vagyunk, jó van. Így van, 3-2 ez a hét, és ide apujéknak be is. Ennyi. Hallgatom, ha kikap, mindig azt gondolja, hogy majd legközelebb. Igen. Nem, ez egy ilyen... Igen, mindig ez miből gondolják? Már. Ez egy ilyen végső mencsvár nekik, hogy majd akkor lesz legközelebb. De nem lesz. Sosincs. Aki egyszer játszott, listára kerül. Na jó, hát akkor meg vagyunk. Heti bontásban hogy állunk? Fú, nagyon. Nagyon jól. Jól állunk? Megy idején nem is írjuk. Egy idején nem is írjuk. Ja, mindjárt fölmegyek Skipére, és akkor megnézem, Anna már írt. Oké, 2 perc, pontosan 7 óra. Telefonálni fogunk a hírek után, ahogy látom én, és felhívjuk, ami drága Rékasi Karcsinka, gyerekek, hát olyan régóta nem beszéltünk vele, és annyi borzalmas dolgot olvas az ember vele kapcsolatban, a műtéteivel kapcsolatban, a gyógyulásával, a húsevő baktériummal, a bulvár által felkapott esetleges lábamputációval. Figyelj, ez szörnyű dolgokat olvasol, aminek nyilván az egy tizede igaz, de pontosan ezért arra gondoltunk, egyrészt nagyon régen beszéltünk vele, kettő szívesen megcsörgetnénk, hogy van, hogy érzi magát. A gyógyulást tudjuk, hogy azért nem halad a leggyorsabban az ő gyógyulása, de mégis, hogy adjunk neki egy kis erőt, illetve elmondhassa, hogy van, erre azért sokan kíváncsiak, oszlasson el minden olyan kételyt, ami felmerült vele kapcsolatban, és talán nem igaz. Igen, egy tökös belevaló csávó, tényleg nagyon szegény. Szurkolunk neki, nagyon várjuk a jó híreket, aztán nem jön egy se. Nem jön egy se, igen, és hosszabb ideig gyógyul, mint ahogy azt az elején várni lehetett, hiszen nagyon gyorsan talpra állt, amikor mi is beszéltünk vele. Úgyhogy megpróbálunk egy kicsit utána járni, hogy van Rékasi Karcsi, vele folytatjuk rögtön a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.
műsora. 7 óra után 11 perccel, hello mindenkinek, drága hallgatóink, itt vagyunk veletek a nyár kellős közepén. Egy jó kis Will Smith után. Egy jó kis Will Smith után, így van, itt vagyunk. Csoki, trafi az M35-ösen Debrecen felé a 18-as kilométernél cseles-nyeles küldte nekünk. Köszönjük szépen. Pomász köd, látótávolság 100 méter. Vigyázzon mindenki, valamint az M0-ás autóúton a 34-es lehajtótól kb. 800 méterre kis tarts, a Nyíregyháza irányában lerobbant kamion. Leállósában csak óvatosan, és kérlek, vigyázz rám! Micsoda? Tehát lerobbant kamion, oké, pont, csak óvatosan, és kérlek, vigyázz rá. Hát lehet, hogy ő a kamionos, és ott van még a jármű mellett, hogy bele ne rohanjon valaki. Ja, tök igazad van, mert el kéne olvasnom az összeset, hogy ne ölje meg a hallgató SMS-ét, azt mondja, hogy veszteglek a leállóságon. Ugye? Na, aha. Látod? Kérlek, vigyázz rá. Azt hiszem, hogy ez egy közlekedés, és egy szerelmi vallomás a kedvesének közben, aki hallgat bennünket. Aha. Balázs, vállalod élőben a tegnapi fegyverhasználatot? Mire gondol a hallgató? Már mi az, hogy élőben? Hát egy nem te használtad a fegyvert, hanem Jani. Igen, nem értem, segítsetek úgy kérdezni, hogy tudjak rá válaszolni. Igen. De vállalok mindent. Vagy kihívnak téged egy ilyen airsoft. Vagy egy airsoft bunyóra, airsoft, igen, bunyóra. Gondolkoztam, hogy veszek egy ilyet otthonra. Jó pofa. Nem biztos, hogy talán ezt a szót használnám rá. De nekünk olyan mondom, olyan részt, hogy nem tudsz bejönni, mert már közelítesz a ház felé és megszólal, de... De azért, ha valaki mégis tesz egy kísérletet, akkor ezt így az ágy alól előkapod, szép bedobozba lezárod, a gyerek ne férje hozzá, és belengedsz egy tárat, azért az úgy csíp. Azt tudja értékelni. Igen. Azért, hát láttam tegnap, ha nem annyira bundában jön be, akkor... Igen. Tele lesz apró pici folytok alatt is testecské. Bunda. Én nagyon elgondolkoztam, hogy ez legálisan tartható, be tud szerezni, nem kell hozzá fegyvertartási, fegyverviselési, semmi nagyon nem kell hozzá. Igen, az a bajom vele, hogyha nála viszont van egy igazi, és nem fél használni, akkor bajban vagy. Uh-huh. Vagy nem tudom, mennyire van igazi fegyver a betörőknél. Tehát mi az ritkán, átlag? Igen, nem jellemző. Igen, nem jellemző. Nem jellemző. Mert itt mindig az a baj, hogy a sötétben ezt előkapod, elkezdesz vele egy sorozatot, beleengedsz, de nála van csak egy rendes pisztoly, és egyet visszalő, ami rosszul talál el, a franc tudja. Tudja. Én mindig azt mondom, jobban kussolsz, fekszel, vigye rendőr, vagy jövő rendőr. Műhorkolsz, hogy azt mondja, hogy azok. Igen, ha így tartod föl a pénzzárzárat, mindig így alszom ám, hogy itt a készpénz a zsebembe. Hát, ugye, fegyverre már nagyon felkészültek jönnek át, mert akik betörnek, azok így felfeszítik, bajszer, maszk, bejönnek, de azért ott fegyver van a lakás, azért meg ráadásul nem tudod, hogy igaz ilyet. Tehát ráfognak egy ilyet, de tök igazinak nézett ki, ez tegnap is. Hát egy az egybe. Egy az egybe. Hát baromi életű, meg baromi eredeti. A hatatlan szem simán azt mondja, hogy ez egy igazi fegyver. Igen, azért egy ilyen nem megállítanak a konyhában, nem? Kinézetre, súlyra, hát ugye ezt azért ilyen katonai, félkatonai szervezetek is használják gyakorlásra, vagy ilyen célokra, és hát egy az egybe ugyanúgy néznek ki, mint az eredetiek. Azok, mint amikről mennyitázták őket. Úgyhogy, hát igen. Na mindegy. Hát meglátjuk. Szerezél be valami mást, valami, tudom én, egy airsoft feszítővasat. Igen. Én gondolkoztam, csak van ott egy kis ellenállás, de nyilván, tehát ha el tud zárni a gyerek elől, akkor... És akkor este, hogy lefekszik a gyerek, előveszed, beteszed az ágy alá? Nem mondok mondjuk egy nagyon egyszerűt. Van egy olyan kép mögötti széfed, ami nekem nincs, mert nekünk egyébként nincsen otthon nagyon érték, hogy nem tartok készpénzt, meg semmit, mert minden minek. Elhúzod, és benne van a falban egy sima elektromos széf, aminek van egy négybetűs kódja, és oda berakod, és bezárod. Egyrészt a gyerek nem éri föl, kettő nem tudja kinyitni, ha még fölér, és odahúz egy széket. Ki tudja. Tessék? Ki tudja. Hát azért minden megfejt ezt a bináris ma 6-jegyű kódot, azért csak figyeld meg. És akkor oda berakod, de még a hálószobában elérhető magasságban valahova a polc közé. És akkor tudod, hogy valaki matad, veszed ki, és már lősz. Ez kiderül, hogy csak a mama hozza a közgőr. Aranyom, csak én vagyok, ne lőjük. A párnád alá. A harmadik már nagyon fáj. Nem, hát a párna alatt a tipikusan azok valami. A fészkelődsz kettőt, az kilövöd a feleséget szemét. Megint nyomon kalas Nyikó volt. Nincs is születésnapja. Igen, kicsi úgy nyom a pisztolytáskádé. Pedig a szépben van. Igen, ezen elgondolkoztam. Jaj, a Will Smith-szel kapcsolatban akartam mondani, hogy megnéztem ezt a Sérülés című filmet, ami a Golden Globe-ra jelölték. És nagyon jó kis film. Nagyon jó kis film, nagyon érdekes sportfilm, de ugyanakkor nem ez a szokásos, a kis vidéki csapathoz elmegy, a lecsúszott edző, és aztán pedig megnyerik együtt a bajnokságot, tisztel egymást. Nem ez a tucat sztori, hanem így az amerikai focinak az árnyoldalairól.
szól a film, és nagyon érdekes, tehát nagyon izgalmas dologról van szó, hogy próbálják meg a sérülések következményeit eltusolni az amerikai fociligában, stb. Tehát, hogy minden a pénz, minden a hatalom, minden a szórakoztatás, minden a cirkusz közben meg ezeknek az embereknek egy része teljesen tönkre megy, adott esetben olyan károsodások is érhetik őket, aminek a vége az, hogy öngyilkosok lesznek, időelőtt mennek át, stb. És nagyon jól játszik benne. Az öreg. Most már lehet rámondani. Igen, hát mert van egy fiatalabb is, hát ez inkább hagyom. Nekem meghalt a pendrive-om, vagy ez a külső meghajtom, úgyhogy sajnos oda veszett ez is. Tegnap akartalak neked írni. Na, áthozom Dián. Diabetikus, Dián, Gabin, Julin, Juditon, Dián, bármi hozhatod, ne, semmi negy. Ez a legjobb, ha Dián hozza. Kim van a film, kim van a filmszalag igazából. Akartam neked tegnap írni, Zsül, egy SMS, hogy menj már el, vegyél már nekem egy ilyet. Csak aztán egy gondoltam, hónap vége van. Nem, mert tudja, hát a szakavatott szemtől, én bemegyek, biztos rosszat veszek. Meg akartam neked írni, csak más te voltam, hogy vegyél már nekem egy ilyen külső kétteres meghajtót. Odaadom, mert kifizetem, tehát nem ingyen kéri, Bali, csak én mindig rosszat veszek. Én nem tudom, mi a jó. Bízz a szakember. Én azt olyat veszek, ami kívülről jól néz ki, de ennek nem annál, de ennek jónak kell lenni belülről. Nem? Vagy a név az segít szerintem, hogy olyan márkát választasz, tehát nem a nónémet, ami zöldel és pirossal is tud villogni. Igen, de nem, én így venni külső meghajtót. Nagyon tetszik, hogy narancssárgán villognak. De uram, vannak itt sokkal jobbak. Szóval muszáj egyet szereznem. Egyik hallgatta az előbbi beszélgetés, hogy Jani, nem jellemző, mi hány ilyen szituban is voltál. Hétvége van, örüljél már nekem, rossz fejeskedjél. Tényleg? Nem volt szex, ott az kóstolgatni korán reggel, tényleg. Így állt te is még egy kár, én is azon vagyok. Bali, most már hívjátok Régasit, mert ki kell szállunk a kocsiból, pisilnünk kell, még nem reggeliszünk, de szeretnénk meghallgatni, mit mond a Karcsi Lilla. Lilla, hát ez mi a hallgatókért vagyunk, nyitott, és a hallgatókat szolgáljuk. Ha te most szeretnéd őt hallani, akkor azonnal felhívjuk. Még lehet volna egy-két perc, meg egy-két közlekedés, de mi azt csináljuk, amit ti mondtok. Értetek vagyunk. Úgyhogy hívjuk Rékasi Karcit azonnal, hogy egy picit utána járjunk, mi a helyzet vele. Mondjon nekünk valami biztatót vele kapcsolatban. Nagyon sok mindent lehetett hallani. Hogy lassabban gyógyul, hogy húsevő baktérium támadta meg az ő szervezetét, hogy allergiás a sebkötőzőre, hogy a teste kivetette azt a fém darabot, amit beültette a combcsontjához, amivel pótoltak igazából. De ezeket a híreket általában nem az orvosi közlönyben olvassuk, hanem bulvárlapokban, úgyhogy szeretnénk utána járni, hogy mi az igaz. Igen, és hát nyilván valami minimális valóság alapja lehet a híreknek, de hát az ember, amit a bulvárban olvas, azért az úgy kezeli, hogy oké, na, akkor milyen jó lenne, ha tudnánk az eredeti forrástól is hallani. De nyilván az ember kórházban van, beteg, épül, akkor mi azért abban a szellemben készítünk műsort, hogy nem erőltetjük rá magunkat senkire. És nem hívogatjuk napot, hogy nyilatkozz már nekünk. El, hogy de most úgy gondoltuk, hogy talán lehet, hogy érdemes lenne újra megszólaltatni, nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és régen volt a műsorban, amikor úgy váltunk el, hogy szinte majdnem minden rendben. Na, igen, pont és azért aztán... érdekes, hogy ezek a hírek így jönnek folyamatosan, mert igen. Én nem is tudom, mikor volt a baleset, de amikor mi beszéltünk vele, akkor egy ilyen nagyon pozitív beszélgetés volt, azt mondta Rékasi, hogy még egy kis idő, de ő most már úgy szalad csinálja a dolgait. Igen, most akkor olyan jónak tűnt minden. Igen. Mert ilyen a mentalitás az embernek, tényleg ez a falon is átmegy kategória. Na gyorsan fejjük, mert Lilla bepisil a kocsiba. Jó, tartsd még egy picit, szorítsd Lilla. Itt van Rékasi Karcsi velünk. Hello, jó reggelt kívánunk. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Sziasztok, és minden korán kelőt üdvözlök. Nagy gyönyörű, szép napunk lesz. Sütránk a napocska, és minden jó lesz. Ah, hello, hát ezer éve nem beszéltünk, és komolyan mondom, nagyon örülök neked, tényleg, valahogy jobb kedvem lesz, amikor meghallom a hangodat. Na, hát annyi mindent olvastunk itt az utóbbi 3-4 hónapban, mióta nem beszéltünk, hogy nem is tudom, hol kezdjük. Hogy vagy? Ez a legfontosabb. Nagyon sok mindent olvastatok rólam. Igen, hát igen, ez 3 naponta megjelenik valami. Igen, akkor most a csúnya végével kezdem, de hát mindenki a saját maga szerencsétlenségének a tolmácsa, vagy kovácsa, vagy nem is tudom. Szóval őket annak rendje módja szerint, bár olyan csúnya ilyen napsütés is reggelen ilyet mondani, de hát kibízták maguknak. Szóval mindenki, aki hülyeséget írogat rólam, pláne az egészségi állapotomról, vagy legalábbis butaságot, őket föl is jelentettük. De... hogy indul ez a péntek reggel? Ha magamat hallanám. Perej. Beperelted őket tényleg, vagy akarod? Vagy nem, te, nem, már már zajlik. Mindenki, hogy ne, igen. Tök igazad van. Nézd, alig van hátra 50 évem az életből, azt nem lehet csak ugye jó fel. Nem, nagyon igazad van. Figyelj, mindenféle tét nélkül, következmény nélkül, egyébként tényleg azt írnak, amiről
akarnak, de se törvényi szabályozás, se komoly szankció, semmi. Majd valahol lehozzák helyreigazításba, három hónappal később két mondatba alul, amit nem látsz. Tehát meg kell őket fingatni. Tök igazad van. Abszolút egyetértek ezzel. Jó, de nem biztos, hogy bántani kéne egymást. Én azt gondolom, hogy venni kéne egy picit fáradtságot, és tényleg nem azzal törődni, hogy tök mindegy, hogy miről csak beszéljünk, hosszan írjunk tele oldalakat, egy kicsikét sózzuk meg, még fűszerezzük, hogy legyen még érdekesebb, hogy a baktérium teljesen megeszi a rég, az ez milyen jól néz ki, figyelj, akkor ezt jelentessük meg. De ez akkora oltári hülyeség, és nem gondolnak bele, hogy mit okoznak egy másik embernek. De spondját rá, föl vannak jelentve, és kény. Én szeretem. Erre most nem is számítottam. Amikor itt hát ilyen keményt. Na, oké, akkor tisztázzuk, hogy vagy valójában, mert tényleg mi is azért szűrve olvassuk ezeket az információkat. Te most jelen pillanatban otthon, vagy újra kórházban, mi a helyzet? Ki is bejárkálok. Volt, aki azt mondta, hogy télen azért járkálsz le a kórházba, hogy ne kelljen gázszámlát fizetned otthon. És most erre, hogy már nyáron is jártam be a kórházba, erre nehezen tudott bármilyen magyarázatot ráhúzni, viszont kitalált, hogy akkor nem kell a légkondival az áramot fogyasztanom. Köszönöm szépen, ez nagyon klasszul, intézte el magában a gondolataiban. Százszónak is egy a vége. Tényleg kivel járkálok a kórházba, bár tegnap kiengedtek, ez egy óriási nagy érzés nekem, nagyon-nagyon jó eredményekkel, CRP érték az minimális, tehát gyulladás az szinte zéro, a vesém tökéletesen működik, és ami a mindenek teteje, a röntgen is végre olyat mutatott, aminek tudhatunk örülni. A kaluszképződés, a csontképződés megindult, stabilan tartja magát, és sikerült kipusztítani. Ezt meg gyorsan lekopogok, 1-2-3. Sikerült kiradírozni ezt a csúnya baktériumot onnan. Szóval most működünk, és piszkosul jól érzem magam, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik minden. Egy valamit nem követek el, hogy én nem kérdezgetem a főorvos urat arról, akinek tényleg rengeteget köszönhetek, mert ha valaki engem ismert a régi életemből, akkor pontosan tudja, hogy mennyit szerettem melózni, és engem azt tartott életben, az adott újabb lendületet, hogy nem kérdezgetem, hogy és mikor dolgozhatom, és nem. A produceremnek, a stúdióból, valamint a József Attila Színház igazgatójának, Nemcsák Károlynak átadtam azt, hogy ők kérdezősködjenek. És amikor hívást kapok, akkor megyek dolgozni, mert addig meg az a dolgom, hogy betartva az orvosi utasításokat, meggyógyuljak. Ez egy nagy változás, tényleg azért, ahhoz képest, ahogy amikor beszéltünk az elején, ugye, mert az ember ezt nyilván sürgeti, meg szeretne, meg minél előbb, de hát aztán nincs más, mint ezt a helyzetet elfogadni, és akkor viszont talán a gyógyulás is előbb elindul. Ha az ember erőlteti, akkor önmagával szembe megy, hát vagy önmaga ellen megy. És reméljük, hogy a színigazgatód nem a bulvárlapokból próbál meg informálni. Nem, hogy nem vagy jók ez. Figyelj, ebből a húsevő baktériumból, ha már te is említetted, ebből mi volt az igaz? Mert ezt is lehetett olvasni, valóban volt valami minimális valóság alapja, megtörtént, nem történt, mi az igaz ebből? Nagyon sokféle család, baktérium család létezik. Köszönöm szépen, meglátogatott engem, és hosszú időre be is költözött az MRSA baktérium, de tényleg hosszan tartott, 5 héten át tartó kezelés után sikerült őt kitakarítani onnan, most már bízom benne, hogy véglegesen. Igen, az interneten lehet mindenféle butaságokat össze-vissza olvasgatni, hogy ami MRSA, az már húsevő is, és a többi, és a többi. Egy picikét, ha utána néznek, és például tegnap megjelent egy heti magazin, és abban nagyon végre valaki komolyan vette a feladatát, a munkáját, és a közönség elé, az olvasók elé tárta, hogy micsoda is ez a baktérium. Tehát hála jó Istennek, ez kifüstölődött onnan, és kész, és vége van. De nagyon tetszett, amikor és mondta a főorvos úr is, hogy hát hallom, hogy eszi magába, egyre beljebb magát a baktérium. Igen, hát ezt ugyan, nem láttam, már az egyik bulvárlap ugye már láb amputációt vizionált, mert olyan szörnyűségeket írnak tényleg, hogy 3 darabba többet adjanak át, a saját anyjukat eladnák tulajdonképpen, de elképesztő. Ez azért bosszantó, mert ugye túl sok jó kedvet nem derítenek, nem keltenek abban az emberben, aki bent ül, vagy fekszik, vagy bármit csinál a kórházban. Ami azért egy picikét lehangoló környezet, nem is a környezet, hanem az állapot. Mert a környezet az úgy fantasztikus, ahogy lehet az emberektől. Nem a kórházi ágytól, mert úgy fáj a hátam, ahogy a nagykönyvben van írva. Ez most egy óriási alvás volt, mert 3 hét után ott aludtam először itthon. De az emberek, hallatlan a nővérektől kezdve az orvosokig,
káprázatos, hogy odafigyelnek rád, és segítenek, és megpróbálnak kirángatni a szmöréből. Egyszer én is elsüllyedtem egy kicsikét, akkor úgy tűnt, hogy föl is adom, de akkor is megjelentek egymás után, beszéltek velem, ott voltak. Nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon-nagyon jó dolog. Egyrészt hozzáértő, másrészt meg hallatlan nagy empátiával bíró emberek között lenni. Hát ők nagyon, igen, szóval minden egészségügyben dolgozó előtt le a kalappal, mert ilyen körülmények között, ilyen fizetésekért, ilyen alázattal, ember szeretettel dolgozni, hát nem is tudom, hogy van-e még egy ilyen ország, ahol ennyire megbecsületlenül kell nekik azért a mindennapokat eltölteni, egzisztenciálisan, mindenféle más támogatás nélkül. Szóval szörnyű. Szörnyű az emberi dolgozás. Nem akarnak még egy Tom Cruise filmet látni nélküled. Lehet, hogy ez motivált őket. Most mi a terv egyébként? Behúzol még valami újabb érdekességet, vagy most már ez a tényleges gyógyulás? Mert ugye amikor beszéltünk egy fél évvel ezelőtt, akkor ilyen tök pozitívan ott álltál, mindjárt kész vagyok, gyerekek, megyek vissza melózni. Tehát van újabb terv, vagy most akkor már kifelé mész belőle? Nézem, lapozgatom, hogy mi jöhet még szemben, mert tényleg mi jöhetett, az nekem valóban jött, legyen akár baktérium, vagy bármicsoda, vagy egyszerűen csúsztak a mankói, és akkor megcsavarodott a vasalábamban. Tehát tényleg, ami jöhetett, az jött. Most már úgy nézem a listát, és nagyjából mindenki vagyok pipálva. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy meggyógyulok. De komolyra fordítva, éppen tegnap beszéltem a párommal, Gerdával, hogy ő mondta, hogy na most már bízunk benne, hogy nem kell visszamenni csak kontrollokra a kórházba. És mondtam neki, hogy ám, de ha mégis vissza kell feküdnöm, akkor azt is tudomásul vesszük. Nem lázongunk ellene, nem lázadozunk ellene, hiszen hozzáértő emberek, hozzáértő és segítőkész, hallatlanul segítőkész emberek az orvosaim utasítására, javaslatára teszem. Tehát nem lázadozunk ellene. Tehát akkor ez egy nagy változás a te életedben, mentálisan leginkább, nem? Tehát ez nyilván ez egy különböző stádium, amin az ember átmegy, hogy lázad, miért pont én, elutasít, majd beletörődik, és utána már felépül, hát megvannak ezek az úgynevezett szakaszok, mint akár egy válásnál, egy gyásznál, egy halálesetnél, és akkor most te úgy látszik, hogy ebben a szakaszban vagy, ami egy nagyon jó szakasz, hogy már nem tiltakozol, hanem elfogadod, és azt nézed, hogy akkor tegyünk meg mindent, hogy ez a dolog ez rendbe jön, és meggyógyuljál. Természetesen tele van tervekkel az ember, és vágyja azt az állapotot, amit régen élt, hogy éljen olyan jól, mint régen élt. Nekem a sok munka jelentette szakmailag a jó életet, vagy még annál is többet, jobbat. Ja, tényleg, egy fontos elhatározás, hogy ugye én a balettest napján reggel én ott voltam nálatok a stúdióban. Igen. Majd elmentem forgatni, valaki nem nézett bele a visszapillantó tükörbe, ahogy hazafelé tartottam, és történt egy kis balettest. És azért jártam motorral, mert nekem nagyon fontos volt, hogy átérjek egyik helyről a másikra, hiszen ha valahol szükség van rám, én azt nagyon nagy elismerésnek tekintettem. Köszönöm szépen, hogy dolgozhatom. Ez nekem nagyon-nagyon fontos dolog volt. Hiszen alkalmazott vagyok, és abból indultam ki, hogy engem akkor alkalmaznak, ha alkalmazhatónak ítélnek. És egy év kezelés után jutottam el oda, hogy nem ülök többet motorra. Ez egy végső döntés, hogy nem motorozott. Igen, erre többet is aludtam, és nem ülök többet motorra. Ez most egy kicsit körülményes hirdetés, hogy eladnád rajtunk keresztül a... Hát, az elég körülményes lenne, mert mondd az adatokat, a műszaki adatokat, 10 perc alatt eladjuk. Megkímélt állapotban. A moci csak szatyorban vihető, mert az román szegény. Aki szeret pázlőzni, mozaikozni, ez ráérő szabad. Majdnem, hogy félbetétett formában található meg. Szóval akkor nincs több motorozás. Nincs. Autóval megyek, és nem baj, ha fél órával később érek oda valahová. Nem játsszuk el ezt. Én úgy vélem, ez nekem bebizonyosodott, hogy a magyar, de legalábbis a budapesti közlekedési kultúra az nem áll azon a szinten, hogy nyugodtan lehessen motorozni. Éppen most akar a János robogot venni, csak igen, mondom, hogy közben itt azért zajlik egy projekt, mert most már megmondta, hogy az 50-es villamos minden reggel ott hagyja, és most akar magának robogot venni. Az nagyon jó, széles utat és gumifákat kívánok neked. Jó, okay. Igen, én is mondtam, hogy
ez lehet, hogy nem egy túl jó ötlet. Hát ez egy érdekes dolog, igen, amit mondasz. Nem, természetesen ez nincs benne, hogy aki aztán motorra ül, nem feltétlen. Nem, csak nekem annyira balúsült el ez a dolog, hiszen jóval hamarabb föl lehetett volna épülni, ha történetesen nincs egy romos törés, és nem keletkezik egy jókora szünet az ember combcsontjában, amit önmaga nem tud befoldozni, mármint a csont, vagy aztán nem jön a kórházi fertőzés, amivel lehetett találkozni, ergo én találkoztam vele. Szóval annyi szmöre jött szembe, annyi szutykot kaptam meg, hogy végül is meg kellett ezt a döntést hoznom. És ráadásul, akik szeretnek engem, akik igazán közel állnak hozzám, láttam rajtuk, hogy úgy, amikor mondom, hogy és természetesen motorra fogok ülni, amikor meggyógyulok, akkor motorra. Hát még mi legutoljára, még mi erről beszéltünk vele. Igen. Csak úgy láttam azt a csöndes rémületet az engem szeretők arcán meg tekintetében, és annyira, tényleg annyira szeretnek és tisztelnek, hogy elfogadták, hogy igen, hát ez a hülye, ez motorra fog ülni ezen túl is. De úgy vélem, hogy nem szabad őket naponta sokkolnom azzal, hogy én motorozom majd. Hát lesz igen, autó. Magad miatt, meg nyilván a szerettek miatt, persze, hát azért ez egy felelősségteljes döntés. De akkor jobban vagy lelkileg, és azt halljuk. Abszolút. Nem? Látod azért abszolút. Most a fényt az alakot. Jó, hát azt már láttam régen, is csak ő. Igen, csak aztán ápolónő volt. Igen, kiderült, hogy még nincs vége az alagútnak, csak egy lámpát láttál, de még van 10 kilométer. Igen, ez csak egy szimpla koponyacé. Tudál! Igen, az még nem a természetes fény volt, csak bevilágítottak az alagútba. Na, de akkor ez most már látszik nagyon, hál' Isten. Nagyon-nagyon jó érzés, piszkosul jó érzés. Most már elárulom egy picit titkot, hogy egy végtag rövidülés is felütötte a fejét, tehát mondom, ami jön. De ugye a lábadban. De várj, ez most igen. Így, tehát ez most már minden végtagom egyforma hosszú. Aha, minden alsó végtagom egyforma hosszú. Köszönöm. Ez azért sejtettem, hogy megkérdezed. De ez hogy érted, hogy felütötte a fejét? Tehát, hogy szóval róla, hogy ez még megtörtént, vagy hál' Isten már nem? Egy picike föllépett a gyulladások következtében, de éppen tegnap volt egy röntgen kontroll, amikor az látszott, hogy a csontosodás most már olyan szinten van, hogy ez megállt, hogy nem rövidül tovább. Semmi sem. És ezt még a szervezet ki tudja egyensúlyozni, tehát ez még a kis bicebócánál jobb helyzetet jelent, tehát nem kell botra támaszkodva járnom. Én most nem értem, ne haragudj, de rövidebb lett az egyik lába. Igen, megy össze a láb ilyenkor, tehát nem képzelik a csont? Nem megy össze, a folyamatos gyulladások következtében valami elmozdult, a láb a szobcsontod értelemszerűen utána mászik, és mivel nem nő, ez hosszul, mint nagyon sok más a férfiak nagyon-nagyon-nagyon nagy bánatára. Így egy pici keresztülés. Ja, meg vagyok most már is. Na jó, de akkor hál' Isten ez sem azért nem azt mondta. Nem. Dolog lehet. Vagy jobb, hát a jó Isten vagy a sors. Próbált, azért jócskán az orromra üzegetett, hogy régasítják. Igen, próbára vagy te most téve, azért nagyon keményen. Igen, igen. Igen, csak olyan piszkosul sokan állnak mellettem, és olyan ez én fura közhelynek is tűnhet, vagy egy jópofa mondatnak is tűnhet, én viszont megtapasztaltam. Olyan szeretet vesz körül, és annyi odaadás, annyi aggódás, annyi törődés, mert aggódás is nehéz tud le. Jaj, tegnap, ez óriási volt. Lementem a kórház büféjébe kávét inni, és egyszer csak megáll velem szemben, letápászkodtam egy asztalhoz, a büfés hölgy annyira kedves volt, odahozta a kávét. Egyszer csak odaáll mellém illetve elém egy ember, lehajol úgy féloldalt, azt mondja, jól látom, ön az? És akkor tudod, még úgy mosolyogva bólintasz neki, mint egy jó reggeltet kíván, és azt mondja, hogy Hú, de rosszul néz ki. Jaj, Istenem! De én ekkora duva. Hú, de rosszul néz ki. Tényleg maga? Egy kis mentális tuning, mi? Köszönöm szépen, én vagyok. Hú, de tudja, hogy maga nagyon rosszul néz ki, és folytatja tovább. És mivel alárúgni nem tudsz, a mankóval nem üzöd arcul, mert elgörbül a mankód, és nem tudsz vele utána járni. Körülbelül 6-szor mondta el változatlan testhelyzetben, hogy mennyire szarul nézek én ki. És mondtam neki, először még úgy próbálod viccel elütni, hogy na hát ma sem keltem föl hiába, hogy újat tudtam meg magamról,
de amikor már azzal sem tudod elűzni onnan, meg a gondolatot elűzni, hogy nézze uram, ön akkor sem lesz szebb, ha még 17-szer elmondja, hogy én mennyire szarul nézek. De milyen kedves ember. Megszokta, hogy mindig ki vagy sminkelve a tévében. Hihetetlen. Milyen szarul néz ki, és a barátok között is csak azóta nézem, hogy maga nincs. De jó arc. Úristen. Segítesz. Hasonló jókat, szépeket kívánunk önnek is. Jól van, Kacs, mi nagyon örülünk, hogy hallottuk a hangodat, és hogy beszéltünk, pláne annak, hogy azért most már tényleg valójában jó hírek vannak, annak, hogy ezt tőled hallottuk, nem mástól. Úgyhogy továbbra is veled vagyunk, drukkolunk, és egy széles tömeg az, aki bennünket hallgat, már küldik az SMS-eket, hogy veled vannak, hajrá, kitartanak, nagyon várnak vissza, és minél rövidebbi. Most már bonthatni eseménymentes gyógyulást kívánnak neked, tényleg nagyon sokan látszik a falon, és hogy nagyon szeretek. Nagyon kedvesek vagytok, hogy kerestetek, ez piszkosul jól esik, nagyon-nagyon-nagyon jól esik. Jól esik a figyelem, jól esik a segítőkészség. Azokkal meg nem törődöm, akik ebben is szálkát keresnek, mert olyasmit mentem keresztül 13 hónapon át, amin senki más nem esett még át. Nem volt még meghalva, nem volt 1000 hónapig kórházban, és a többi, és a többi. Tehát ezzel nem foglalkozom. Nagyon-nagyon fontosabb számomra, mint ahogy ez a mai beszélgetés is volt, amikor azt érzem, hogy hát legalábbis különösebben nem utálnak, utáltok. Köszönöm, hogy keresetek. Nagyon köszönöm. Hát, nagyon köszönöm. Vigyázz magadra. Kíváncsiak voltak, hát akkor. Tényleg nagyon drukkolunk. Vigyázz magadra. Rékasi, Karcsi, köszönjük szépen. Szép napot mindenkinek. Fogunk mi még tengózni, Karesz. Én kapsz egy szett előnynek. Köszi, én is téged. Ciao. Legjobbakat. Jó gyerek ő. Nagyon jó. Ennyi változott gondolkodáson, ugye, hogy azért egy ilyen fizikai vagy mentális stopptábla azért közben az ember lelkében is milyen stoppokat okoz, nem? Hogy abba adja a motorozat, hogy elgondolkozol rajta, és nem azt mondta, hogy ez velem miért történt, hanem azt, hogy most már viszont ha megtörtént, akkor meg kell gyógyulni. Pár hónappal ezelőtt még ugye nem ezt mondta, hanem hogy gyorsan mennem kell hívnak. Most meg majd hívnak, ha meggyógyultam. Ugye, hogy az ember talán nem véletlenül rá, kapja hogy... ezeket a lassításokat néha. Nem ugye, baj, hogy nem azért mindennek oda. Van. Hogy ez nem csak baj, azért is, ez mondta. A csak azért is, majd én megmutatom, igen. Mentalitás, ez nem mindig célra vezető. Igen, hogy talán tényleg nincsenek véletlenek. Na, nagyon drukkolunk neki. 7:30 múlt, pontosan 7 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Morning Show. 3:48. Van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk. Igen, itt vagyunk, ez jó. Van a közlekedési híreink, az amúgy is feltúrt egy sávra szűkült Fejvári úton a Kalotaszeg utcánál egy sárba süllyedt traktor próbálnak kikaparni, figyeljünk rájuk, Szala küldte. Köszi Szala, hogy ezt elküldted nekünk. Szegeden a pláza parkolójánál kivarakva sok szemű vadásznak a hídról lejövőkre. Na... Kuc-kuc! Hát, értitek ezt? Ha valami van itt a falakba. Hát abban biztos vagyok, igen. Már lehet, hogy pénzverte fóbiám van. Jaj, tényleg. Sehol, nem rádió és nem munka, ne érzi senki félre, hanem maga, az épület allergiám van. Motoros ütöttek el szegény, reméljük nem komoly, a Hungária tököli sarkánál, a Lurdi felé az M3-as bevezetőjénél, a felüljárón egy biciklicsit ugyanúgy a Lurdi felé, te jó Isten. GT küldte nekünk, motoros baleset Zugló vasútállomásnál, rendőr már kint Bálint. Jól gondold meg te azt a robogózást, Nézd meg az életet, hogy jelzi. Jelzi az élet, nekem is így jelezte. Közvetlen, közelről is jelezte. Úgyhogy, igen? Hát, igen, talán ezek jelek, hát a fene se tudja, de hát ha meg van egy hívás, hogy ezt érzed, akkor nem szabad elfutni, mert akkor meg az ember gyává hal meg. Érzem, ahogy hív és csalogat. az 125-ös Piaggio, gyere kisgazdám, vegyél meg kisgazdám. Igen, hív a sebesség, a 40 km/h hüllőim. Nem, egyébként én továbbra is ragaszkodnék az elektronos robogóhoz, de most, hogy körbenéztem így a piacon, a nem létező magyar piacon, félelmetes, hogy mennyire nem lehet kapni ilyen eszközöket. Csak mondom, hogy abból a szempontból tök mindegy, hogy elektromos vagy nem elektromos, hogy ütnek el. Igen, de én próbálnám, értem, hogy ezt az irányt próbáljátok meg így erőltetni, de csak féltünk. Tehát, hogy ez megtörténhet velem. Hát sajnos egyébként a környékünkön elég sokszor előfordult már egy zebrán is ugyanúgy elütnek, miközben teljesen szabályosan közlekedve próbálok meg áthaladni rajta, mert az autós nem fékez a zebra előtt, vagy nem veszi figyelembe azt, hogy ott elindult egy gyalogos, tehát, hogy bármikor bármi megtörténhet. Én is ezt gondolom, én kicsit ezért mentem el Törökországba, én is azt hiszem, hogy nem a külső dolgok befolyásolják azt, hanem a te életszakaszod és életfeladatod az, hogy most éppen mit kapsz. Ha le kell lassítanod, és meg kell egy kicsit állnod, hogy a Karcsinak is, akkor történik egy ilyen. Ha más kell megtanulnod, akkor nem elütni fognak, hanem valami más történik. Tehát
lehet, vannak emberek, akiket ha 40 éve motoroznak, és semmi nem történik velük. Tehát van, aki... az, hogy a Janit mondjuk eddig nem ütött el senki a zebrán, az azt igen? jelenti, hogy nyugodtan motorra ülhet, mert nem ilyen figyelmeztetést fog kapni. Ha Janinak nem feladata megállni, lelassítani, mondjuk, hogy átélni egy ilyen balesetet, akkor nyugodtan motorozhat. A balesetet nem azért éled át szerintem, mert te motorozol, hanem mert az adott életszakaszod egy olyan aha. helyzetben van, hogy valamit most ebből meg kell tanulnod. Van, aki 40 évig motorozik, és nem ütik el, mert nem, nem az a feladata, hogy ebből megtanulja ezt vagy azt. Igen. Szóval fene se tudja, hogy mi van megírva. Valaki tudod? Meg tényleg elmegy, hogy vegyen egy, hogy hívják, egy kiló kenyeret, meg egy liter tejet, aztán igen. a zebrán elcsapják, miközben várják ott, és csak azt mondta, hogy 10 perc múlva itthon vagyok. Most is jött nálunk a gyalogátkelőhelynél a villanyoszlopnak a töve tele van rakva, megint mécsesekkel. És a számát nem tette, de fogalmam sincs már, nem is tudom már fejbe összetenni, hogy hány embert ütöttek el ott. Egy teljesen normális hétköznapi átlagos gyalogátkelőhelyről van szó. És nem ők voltak hibása. Igen, én is azt hiszem, hogyha például az van megírva, hogy ott kell lenned egy, ahol robbantanak, akkor mindegy, hogy utazol vagy nem, akkor előbb-utóbb valahogy oda keveredsz. Ha még van feladatod, akkor meg valahogy kikerülöd, nem? Még azt mondják, hogy még neked nem jött el az idő. Nem? Hát nem tudom. Na, én nem, de ezek csak elméletek, igen. nyilván fene se tudja. Játszunk egyet, itt van már is a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Nézhebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Justina. Justina. Hány szép neved van, Justina. Hello, honnan hívtál minket? Hát most jelenleg Zalaegerszegről, de elméletben Szegedről. Tehát szegedi vagyok. Hát, nincs közel. Kirándulunk. Ja, kirándultak. És mit csináltok? Milyen kirándulás ez? Kivel? Hogyan? Merre? Hát elméletileg a Balatonparton vagyunk, csak most eljövünk egy ismerős meglátogatni még a párommal. Tehát elmentetek egy hétre balcsizni, onnan tovább Zalaegerszeg, mert van ismerős. Így van, aztán majd vissza a Balatonra, majd haza. Igen. És meddig tart ez a kis túra? Hát az Zalaegerszegi csak pár órát, a balatoni az hétvégéig, tehát vasárnap megyünk. Ez jó, hát akkor még jó időtök lesz. Most hétvégén balatonoznak azoknak, ez nagyon, nagyon jónak tűnik. Ha ott vagytok, akkor Göcsei Falu Múzeumot nem kiadjátok, nagyon szép. Jó, rendben. Nyugodtan mondd rá, hogy de Jani, teljesen nyugodtan ki fogjuk hagyni. Nem bántod meg vele. Én ezt minden nap elmondom, nem hogy amikor ajánl egy tesznek vele szívességet. Ajánl egy dolog, nyugodtan mondd. Gyönyörű hely. De hát kinek mi a gyönyörű? Ez is igaz. Valakinek egy Ocean parkoló. Így van, vagy egy Porsche Panamera. Ugye, mi megbízunk a nézésén. Déli part vagy északi a Balcsin? Déli. Déli part. Jól van, na figyelj, hát egy híres embered maradt, de nagyon könnyű, mert rövid, úgyhogy... És magyar? Tényleg, miért nincsenek külföldi híres emberek? Mert nem tudjuk kitalálni azért. Az igaz. Nehéz visszafelé. Mert mondjuk a fanatikusan mondja, igen, jó. Oké. Akkor várom. Akkor mutatjuk, indul az óra, fél perced van, figyelj. Cnerev Adrok. Huha. Még egyszer mehet, figyelj. Cnerev Adrok. Ajj, na. Huha. A másodikat fordítsd vissza. Mutatom még egyszer, csak akkor ki kell vennünk a bögrét. Korda György. Nem? Igen? Majdnem. Nem. A György, ez hogy jött ki? Nem tudom. A Cerevbe. Akkor kiveszem, vagy kiveszünk a bögrét, mutatom még egyszer, figyelj. Cnerev Adrok. Hát, a korda jó volt. Így van. A másik nem jut eszedbe a kordából. Csak Gyuri bácsi. Egy pillanat. Mit csinálsz? Na. Hát, akármennyire is sajnos nyilván. Ebben mondjuk biztos voltam, hogy így lesz. Hogy élőben nem megy. Igen. Korda Ferenc. Ez volt a feladvány. Ez volt a feladvány. Hát nagyon sajnálom. Remélem, legalább a célját elérted. Új szív. Figyelj csak, ne azért már álljunk meg. Eredeti nevén Korda Ferenc, most már Korda György? Eredeti nevén Korda Ferenc? Vagy a híres Korda család, a filmes hát Korda van, család? Van Korda Ferenc. Nem a filmes. Mit csinálnak Korda Feri? Énekel. Igen. Van egy ilyen nevű. Meséljetek róla. Hát, sajnos Korda Ferenc. A kegyetlen világ ez. Uh-huh. Igen, nagyon sajnálom, de köszönöm szépen a lehetőséget. Azt, hogy Korda Ferenc, ma este még boldog vagyok című dala. Aha, én is ezt találtam. Meg van. 1924. Hallgassuk már meg.
Nem hiszem el, hogy Korda Ferenc. Hát Korda Ferenc, igen. Na jó, hát most érted. Egy előadó egyébként. És ti legalább annyira ismeritek ezek szerint. Nekem minden. Vannak néha nehezebb feladványok is. Az ember nem tudhat mindent a kutyafájás. Nem értjük, hogy miért vagy ilyen cinikus. Nekem például minden gramofon lemezem el. Nem kell ismerni, vissza kellett volna fordítani a nevet. Egyébként igen. Én ráadásul most látom, hogy 1890-esekben vannak róla daguerrotípiák. Így van. Jó, oké. Figyelj, hát most igen, Korda Ferenc. Utána fogok járni, nézni. Tanulmányozni fogom az igazit. Hidd el, már ahogy vége a megszólásnak, mi is gyorsan utána olvasunk. Puszi, jó, köszönjük. Szóba hőmérsékleten hallgass majd a viaszhengereket, jó? Ciao, hello. Gyerekek, Spotify-on is lehet hallgatni, tehát akkor azért... Aha. Rajta van már. Tényleg? Download Spotify, persze. Na most mi? Ezt a Dóra magától, mert hogy a igen, bejött Dóra, és azt mondta, annyira. Hogy szeretném fölmondani, hogy Korda Ferenc. Dórikám, hát ha szeretnéd, mondd föl, hogy Korda Ferenc. És Dóri fölmondta, hogy Korda Ferenc. Sokat volt a nagypapájánál Dóri, aki viszont nagyon szerette Korda Ferencet. Aha. És akkor így mi együtt hallgatták. Ja, ez lehetett. Na nem. Hát... Ugye nem Laci írta föl neki. Laci nem tud ilyen neveket. Ja, mondjuk ez is igaz. Ma este még boldog vagyok, Korda Ferenc. Aha. Igen. Fölkéde, kapjuk a fejünket? Ennyi, ez a legkíresebb, vagy van még? Tessék, na várj, mindjárt. Na. Írd be, hogy Korda Ferenc. Most már meghallgatjuk. Nem a Gyuriban, nem a Gyurinek az eredeti, hogy Korda Ferenc? Szerintem nem. Nem. A Ferencről hát mit tudom én, egy csak hat éve. Jó, de hát mondta, fia, ha van egy kis időnk, akkor kiugrok az országos levéltárba, utána mások. Na, azt így nincs nem, ennél, fia. Figyelj, hallgass meg. Most Kristály zenekar. Most teszik fel a hűt. Ezt nem tudjátok? Hát komolyan mondom, azért szégyen. Hihetetlen. Hát Verklin játszák. Várja, hadd énekeljen. Na, hát ebben nincs ének, az van. Megvan! Magyar mindig ezt dugott a bölcsönnél. Ezt nem tudni. Az egész utcán kezd dugoltál. Jó, hát hülye vagyok, hát persze. Jó, hát azért... Forduljon ide, kérünk! Gyerekek, azt gondolom, hogy... Vannak dolgok, amiket... Indik tudni lasszusnak. Így van, ne legyünk már műveletlenek. Nincs bögre. Ezt én szerintem. Gyerekek, hát ezt azért legyünk szigorúak tudni. Tényleg mondjuk. Nem, a betyárját hát azért tudni. Ráadásul tényleg csak vissza kell fordítani, hogy Ferenc. Tehát ugyanakkor tegyük zárójelbe hozzá, hogy azért, ha még nem is ismered. Ugye? De hihetetlen, komolyan mondom. 4 perc, már pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel, jó reggelt. Kívánom mindenkinek, eszembe jutott a tavalyi Sziget koncert, vagy tavaly előtti, már tavaly ennyire gyorsan megy az idő? Tavaly előtt. Mi volt tavaly? Mi volt a nagy duranás tavaly? Tavaly előtt volt Robi, tényleg? Igen, sőt. 3 éve? Ne. 3 éve volt a Robi, mert nem utána volt a Prince. Ne. Dehogy is előtte volt a Prince. Bőven, persze. Robi, maximum tavaly vagy tavaly előtt. Tavaly előtt volt az. És akkor mi volt tavaly a nagy? Mit tudom, én nem vagyok meg szigetes. Csak azért tudom, mert azt tavaly előtt, remélem, 90%-os pontossággal, mert hogy azon én is kim voltam. Robin? De jó volt. Jó volt, jó volt. Kicsit haknizott, de jó volt. Neki az is jól áll. De az is jól áll egyébként, igen. Egy nagy Robi hakni volt, de jó volt. Igen, szeretnének sokan úgy haknizni, ahogy ő. Igen, meg nagyon jó volt látni, hogy Békásmegyerről, Kasszásdüllőről olyan emberek igen. Jöttek ki, családosok, kispólóban, 4 gyerekkel, akik most már az elmúlt 15 évben nem voltak a Szigeten, de eljöttek Robira. Mert nekik ő a világsztár, és szerintem igen, most Rihannával ugyanaz lesz.
de hidd el, hogy pont ő az az előadó, aki akit mindenki ismer. Mert játsszák a rádiók, még ha számunkra nem is olyan személyiség, mint a Robbie Williams. Én kimegyek, valószínűleg is megnézem, de nagyon nem. Ugyanez nagyon lesz. Nem szerintem megint meg. Látod a kis táskás, kis nyugdíjas. Alcukik voltak, és abban, hogy mentél kifele, sose felejtem el, hogy végig minden a magyar beszéd volt. És ez a sziget nem még 93, amikor elindult, vagy 92, hogy özöllötte ki ott ugye a K-hídnál. Hát, azt hiszem, ez a Robbie az kicsi csoványom, gyere anyukám, hát én most megyünk valami. És alcukik voltak, majd nem kifejezetten sziget, hogy mit hallasz, németet, hollandot, franciát, nem? Egynapos belépőt megvette, elment. És kijöttek a szigetre, és ez valahogy nagyon, nagyon tavaly jó volt. Tavaly. Mondom én! Hát most tényleg nem mindegy, hogy tavaly vagy tavaly előtt. Figyeljetek, az én életemben már az ilyen kis igazságok megszerzése, és ezek a kis mini csaták is, ezek a győzelmek. Megvan! Nekem volt igazam, de hát sokat nem tudom. Figyelj, így 40 felé már egy ilyenek is. Na, hát jól emlékszem, nem vagyok meg a szenilis, mint ti. Ez egyfajta mentális fűnyírás, egyfajta mentális érvágás, rátok nézve, hogy már erre sem emlékeztek. Vagy minket kevésbé foglalkoztat egy ilyen fontos kérdés. Akkor már szedtem a vízhajt? Nem, akkor még nem szedtem a vízhajt. Látod, nekünk ezek az igazán fontos kérdés. Tavaly, örülünk, hogy ott voltunk. Tavaly voltam az urológia. Igen, akkor tavaly voltam. Akkor Robi. Most megint menni kell. Évente egyszer el kell menni. Hungária körúton a Rákóczi felé a Tököli előtt a középső sávban billogó rendőrautó tartja fel a forgalmat. Azt mondja, M1 öttevény alatt a felüljáróról mérnek őreink. Mérnek a rendőrök az M5-ösön Budapest felé, a 135-ös kilométernél, a felüljáróról áll az M5-ös Szeged felé Kecskemétnél, a 86-os körnél lehet kerülni, PD kombi küldte nekünk, valamint a Szavoya Parkba tart valaki, annak üzenem már, mint hogy Kata, hogy bombariadó van az egész épületben. Jaj, de jó. A Szavoya Parkban, úgyhogy ne nagyon rohanjatok, mert nem kell, kiürítették a Szavoya Parkot. Reméljük, hogy csak ilyen kamu bombariadó, amit mondjuk sose fogok megérteni, tehát még az, hogy általános iskolában valahogy a matek dolga megúszásáért csinálsz egy ilyet, de még azt se csináljátok. Igen, azt se csináljátok, az se jó, de ez, hogy itt bombariadót csinálsz azért, mert neked valami sérelmed van, vagy nem akarsz. Ugye a bombariadót is egyébként, ha egy diák csinál ilyet brahiból, hogy megúszta a dolgozatot, akkor is csak magával szúr ki, mert legközelebb ugyanúgy pótolni kell majd. Érted? Tehát, hogy ugye, hogy meg kell csinálni, ennyit kell tanulnia. Így van. Na, jó, az iskolában, egy Szavoya Parkban azért kevés dolog van. Hát ott nem? Is van, hogy nem kapta meg a fizetést, a főnök nem engedte el nyaralni, vagy bármi. És akkor bombariadó van, persze. Reméljük, hogy így van, tehát, hogy nem valóban bombát találtak, mert ugye ez is előfordul, de akkor még ez a jobbik eset, hogyha kamu. Igen. Na, megérkezett hozzánk vendégünk, mert hogy vendégünk van 8 óra után, rettenetesen kipihennek és napbarnitottnak tűnik egy ilyen eseménydús időszakban. Most zajlik az élet. Borkai Zsolt, a gomelnöke itt van velünk. Hello, jó reggelt kívánunk. Nagyon jó színed van. Napbarnitott. Igen. Hát vagy Szoli, azt nem tudjuk. Többet süt a nap Győrben, mint Budapesten? Mi a helyzet? Igen, a sportpályán mindenképpen. Azért mondom, hogy nagyon. Ez igaz, így van. Nagyon jó színed van. Én neked most kint kell lenni mindenhol a felkészülési eseményeket. Én magam sportolok. Felkészülök én is. Fiúk, lányok felkészültek már, szerintem egy mobil nek is jó állapotba kellett. Na, segíts, mit sportolsz? Segíts. Teniszezem. Teniszen is lovagolok, ez a kettő. A páros? De nem úgy, mint régen. Páros, de páros. Egyéni az nem megy, az túl sokat páros kell lopni. Lovaglás. Nem, tenisz. Páros sem rossz. A ló meg te. Igen, így van. És torna egyáltalán nem? Az már nem megy. Nem. Az már esélytelen. Nem. Torna az nem. Gimnasztika, igen, persze, de maga a torna, hogy most én mondjuk lólengésre felugorjak, és akkor ott valamit csináljak, hát belenyom a fő. Zsolt, az egy íróasztal, ne csináld már, pattadj már le onnan. Jó, ilyen alapvető dolgokat, mit tudom, kézenállás, ilyeneket persze az ember megcsinál, meg óriás körök nyújton, de azért komolyabb dolgokat semmi. Pont rá akartam kérdezni, én hónapokat a kínlódok ez a kézenállás dolog, és valahogy nem jössze. Balázs azt mondta, hogy suta vagyok, soha nem fog összejönni. Hát vannak emberek, akik... 10 éves. Ennyi. Na, azért mondom, hogy annyi van. Lassan 50 évesen nem tudod meg kézen állni, az suta. Nem, nem kell erőltetni. Nem? Homoly sport. De egyébként öreg fiúk versenyeken azért lehet látni, hogy ilyen összevételek, olyan csodákat lehet látni. Így van. Én is indultam egy ideig,
még, de most már régóta nem. Igen. Lehet csodákat látni valóban, de nem esik jól már, őszinte vagyok. De meddig indultál, amíg egyedül voltál a korosztály? Utána, amikor már kettel lettünk, akkor cikis volt, hogy nem én gyerek, tudod, és akkor feladtam. Hát ezért jó hozzánk jönni, mert azért egy mobilnökkel senki nem ebben a hangvételben interjúzik, nem? Hogy mi azért nem lehet, hogy hozzászokva, kicsit kimozgatunk a komfortzónádból. Na, sűrű napok most, amin ugye túl van mindenki. Elutaztak, ugye? Azt hát ment el egy csoport, de még kevés versenyzővel, a orvosi stáb ment el. Meg egy hete körülbelül kint vannak a kollégák, a mobos kollégák, hiszen elő kell készíteni ott mindent az olimpiai faluba. Van mit tenni egyébként. Még valóban. Nem raboltak el senkit? Még egyelőre nem, és semmi nem is fognak, de azért valóban azok a híradások most az egyszer nagy mértékben igazak, amik az elmúlt időszakban az olimpiai faluról jöttek. Nincs rend, mondjuk. Igen, nincs rend, ahol nincs. De a villanyszerelők? Van egy 500 fős gyorsreagálási csoport, azt mondják, hogy ott brazil emberekből és szakemberekből azt mondják áll, és amikor bejelentik este a kollégákhoz, hogy milyen problémák vannak, akkor nagyjából megcsinálják. De amire kimegy a társaság, ugye az első csoport egy-két úszó ment ki és tornász a tegnapi napon, ők már megérkeztek, végül is rend fogja fogadni őket, tehát el tudnak helyezkedni. Csak Katinkáék rá rend legyen. Igen, minden olimpia előtt felmerül valami, nem? De tényleg, hogy nagy dugó lesz a közlekedés, hogy nem fognak odaérni, vagy nem. A környezetszennyezés, de most azért Rionál azért valójában úgy tűnik, hogy azért ezek valós veszélyes és valós fenyegetések lehetnek. Az emberrablások, a túlszerítések. Jó, valamit egy kicsit túl spiráztak, tehát én azt gondolom, bár megfelelő óvatossággal kell mindent kezelni, tehát nem szabad azt mondani, hogy most persze, ez csak azért mondják, mert most egy kicsit túlságosan sok a belpolitikai helyzettől kezdve valóban az ikovírus, azt szerintem azt egy kicsit túllőtték. Tehát az egyedül dolog, én azt gondolom, hogy azt egy túltolták a szekeret. Ráadásul most... Tél van, nem találkoztak a kollégáim, kim voltak korábban, és egy hónappal ezelőtt, tehát nem láttak szúnyogot, ugye, és azt mondják, hogy azt terjeszti. Tehát én még azt mondom, hogy az rendben van, de az összes többinél azért fennáll a veszély, én azt gondolom. Igyekeznek a kinti szervezők biztonságot hozni, katonákat, rendőröket vezényelnek odafigyelnek, komoly ellenőrzések vannak. Hát nagyon nagy presztízsveszteség lenne ott egy sportolóval, vagy bármilyen hozzátartozóval történne valami, hát azért az... Szerintem nem lesz. Én bízom benne, hogy nem lesz. Hát most a nyílt vizes versenyeknél azért körbejárt ez a videó híradós szinten is, ami azért volt érdekes, mert ugye egy fekália úszott a vízbe, jó, ami hát egyébként bárhol előfordul. A szabad strandon. És így van, valaki mondjuk a kék szalagon is előfordul. Mindenki elkezdte lobogtatni. Az nagyon helyes volt, mert azt mondták, hogy ússzanak, csak ne nyeljenek belőle lehetőleg. Hát elmondták, hogy igen, hát nem a legkisebb, mennyiság ki a szájukat a víz alatt. Ezt olvastam én is. Azért ez egy kellemes tanács, ugye? Tesó, mi is tudjuk, hogy koszos, hát ne igyál belőle. Na hát ússzál, azért jött, hogy ne igyál belőle. Sokat javult egyébként a helyzet, mert volt ilyen probléma. Tehát volt egy évvel, másfél évvel ezelőtt, és nagyon sok tesztverseny volt, és akkor azért megtapasztalták a különböző sportágok versenyzőt, edzők, akik kint vannak, orvosi stáb, hogy mire kell figyelni. Ilyen volt a kajakkenunál is azért, elég sokan rosszul lettek, innét viszünk ki palaszkos vizet, tehát ezekre felkészültünk. Mindenre nem tudunk, de remélem, hogy rendben lesznek a dolgok. Ha mondjuk egy magyar sportoló kér védelmet, akkor kérhet, vagy joga van ahhoz, hogy nem érzi magát biztonságban, járjon vele valaki, akkor a MOBESZ biztosítja. Nyilván nincs ilyen, meg nem ebben a szellemben utaznak, csak felmerül bennem. Az, hogy ő szeretné, ha valaki biztosítja. Nem érkezett, de a Magyar Olimpiai Bizottság részéről bármilyen jellegű kérdés érkezett eddig a versenyzőtől, edzőtől, ezt mindent teljesítettünk. Idézőjelben mondom, hogy bármilyen természetesen felkészüléshez kapcsolódóan. Ha ilyen érkezne, azt is megoldanánk, ebben is biztos vagyok. Tehát az a lényege, hogy akik az olimpiai faluban vannak, és vannak elszállásolva a versenyzők, edzők, azok, akik innét mennek versenyekre, készülnek fel az edzésekre, ők biztonságban lehetnek, hihetetlenül szavatolja a helyiek is, meg mindenki az ő biztonságukat, különleges ellenőrzések vannak. Aki már kimegy a városba, szabadabban mozog, ott bármi előfordulhat természetesen, vagy nem természetesen, de összességében azokon az zárt helyeken, ahol a sportolók mozoghatnak, a versenyzők mozoghatnak, az edzők mozoghatnak, én azt gondolom, hogy biztonságban vannak.
Na és ha már ugye Győr polgármestereként is tevékenykedett, akkor különösen büszke lehetsz arra, hogy azért Győr is delegál egy csomó olimpikont, nem? Így van, így ugye? Van. Tehát, hogy soha ennyien nem voltunk, sajnos a két sportágban, úszásban igen. Nem volt még olimpikonunk, kajakkenuban ugye azért olimpiai bajnokunk is van. Örülök neki. Most már ideje volt, mondhatnám. Ja. Komolyan, tehát nagyon sokan sportolnak Győrben, azért komoly infrastruktúrális fejlesztések vannak, és azért hadd jegyezzem meg, hogyha már tényleg itt vagyok, így is, mint Győr polgármestere, hogy azért 2017-ben itt lesz Magyarországon az olimpia lánk, hiszen Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált rendez Győr városa, és az ugyanazokkal a körítésekkel jár, mint egy nagy olimpia, csak 11 és 18 éves gyerekek számára, 50 országból, Európából. Na, a lényeg az, hogy igen, nagyon örülök neki, hogy komoly csapattal megyünk, de hogyha már nézzük a nagy csapatot, azért először hosszú évek után, én mondhatom azt is, hogy a tán 5. vagy 6. olimpia óta először vagyunk többen kvalifikált versenyzők, mint az előző olimpián, azaz Londonban voltunk. Nem sokkal, de elértük a 160-as számot, ez szerintem... Ami egy szép szám. Igen, egy szép szám, és most többen kvalifikáltuk magunkat, mint Londonban. Sokkal többen leszünk, mint az oroszok. Jó, hát azért, igen. De őket nem zárták ki, gyerekek, kiderült, hogy azért ott a Putyin jobban van a Nobnak, nem tudom kével, azért bizniszelnek is, hogy hogy nem azért a nagyon-nagyon-nagyon doppingolt oroszokat véletlenül azért mégse zárták ki az olimpiáról, tehát a lobby erejük azért az nagyon. Hát azért az nagyon én azt gondolom, hogy beleestek akkor is olyan becsületes sportolók, az orosz sportolók közül is, akik aztán ezáltal nem mehetnek, éppen a 110-es gátfutó nyilatkozott, hogy életében nem doppingolt, és mivel az atléta is eleve az egész atlétikát. Hogy függetlenként indulhatnak, tehát ott lehetnek, csak az olyan fura, mert hogy akkor ilyen nem fognak, igen, mit húznak fel, egy fehér zászlót? Volt erre példa annak, nem emiatt, hanem más miatt, ugye még a Szovjetunió, amikor éppen felbomlás alatt volt a fák országa, és akkor ugye milyen volt a himnusz, milyen volt a László, emlékeztek rá, akkor teljesen más, tehát ugye olimpiai himnusz volt egyébként. Most nem tudom, hogy hogyan lesz és miképpen. Azt tudom, hogy valóban azért sokan nem mehetnek ki az oroszok közül, de hát azért ott legalábbis azt mondják, hogy eléggé szervezetten mentek ezek a dolgok. Tehát, hogy akkor mindenki benne volt. Hát ott mindenki sokan persze. Ott nincs más átszás, ott vagy beveszed, vagy kiesik a csapatból. Tehát ott tolják egészen fiatalon beléd, pumpolják. De hát, akkor egyre esélyesebbek a mi sportolóink is. Hát gondoljunk csak a román kajakkenó válogatottra, akik szintén sem lehetnek. Ott is be lehet húzva a kézifékét. Igen. Jó, hát ugye azért mi zéló toleranciát hirdetünk most már évek óta, és komoly prevenciót folytatunk el mondjuk a versenyzőknek, mire kell figyelni. Mégis van egy-egy versenyző az elmúlt időszakban, legyünk őszinték, hogy aki beleesett ilyen jellegű dologba. De hát utol fogjuk érni azokat a versenyzőket. Nekünk az a célunk, hogy meg elfogjuk őket, megtaláljuk őket, mert én azt gondolom, hogy igenis harcolni kell a dopping ellen. Lehet tisztán csinálni, én mindig azon gondolkozom, hogy nyilván nektek ez a törekvésetek, és ez nagyon szép, de amikor más ország meg mindent megtesz azért, hogy egy kis valamivel gyorsítsuk meg. Ezt nem tudjuk bizonyítani, hogy megteszem azért mindent, hogy egyébként azzal kerüljön oda a versenyzője. Tehát ez nincs bizonyítva. Én azt gondolom, hogy csak ránézni Serena Williams felé. Abrakos talizmából eszi a kokszó gyerekek, és valahogy soha nem kapják rajta. Egyébként a vadat tényleg kőkeményen, tehát olyan jellegű dolgokat csinál, hogy az valami iszonyat. Tehát reggel 5 órakor, 5:30-kor becsengett a otthoni lakásodba, és a sportolnak, na akkor gyerünk, itt vizelet, pisíjjel, és akkor kész. Ugye minden percedről tudnia kell, el kell mondani, főleg olimpia előtt pár hónappal, hogy hol vagy reggel 8-9-ig, este 6-10-ig, tehát minden. Ha változik ez a dolog, akkor újabb információt kell adni, tehát ezt szigorúan kezelik. Szerintem ezért is történt az, hogy most nagyon sok, tehát elég sokan lebuktak. Nem baj, jó az így. A gyanúba, a bajba keveredett sportolók részéről ez a magyarázat, hogy nem tudtam, hogy olyan táplálékkiegészítő volt, amit még én nem ismertem, nem olvastam el a címkét, stb. Ezeket komolyan lehet venni? Ezt nem. Semmi sem vesznek komolyan egyébként. Tehát nincs magyarázat erre. Sajnos ezt a világot éljük, ugye, most nevet nem mondok, de mégiscsak az egyik kajakosunk is azt mondja, hogy egyébként nonsens történet, hogy egy olyan doppinggal bukott le, amit még annak idején 1988-ban Ben Johnson használt, és ráadásul nagyon kis mennyiségben, tehát ez értelmetlen, tehát tuti, hogy kiderül. Ez egy furcsa történet, de hát ugye azért nem nyomozó hatóság majd a döntőbíróság, és mondja ki, hogy egyébként mondjuk nem indulhat valaki, ezt nekünk nem lehet mérlegelni. Tehát sajnos ez így történt, nem van, hogy miért, meg hogyan, meg ez így volt, meg úgy volt, ezzel igazából nem tudunk foglalkozni. 40 éves doppingszer, azt gondolt, hogy már senki nem nyomoz utána.
Lehet, hogy ez is benne még volt. Ebből is nem, dobozza. Já, nem. Meg is szuk. Rögtön kijön. Igen. Jó felrázom előtte. Amit a Sarapova mondott, hogy hát ő eddig ezt szedte, de ő nem tudta, hogy 2000, nem tudom, 16 januárjától lesz fent van a listán. Ilyen brutális orvosi tím dolgozik körülötte, tudod, milliókat fizet arra. Hát nem láttuk, hogy ezt elküldték nekünk, hogy fent van a listán, igen. Csapatsportokban, mintha egy kicsit most kevésbé lennénk jelen. És ez nekem nagy szívfájdalom, mert hiszek abban, hogy a csapatsportnak van egy olyan élménye nekünk nézők, hogy az talán úgy tudja összekovácsolni az országot, mint most a foci EB, amikor közösen drukkolsz. Nem? Egy-egy csapatnak. Én is szomorú vagyok. Ugye, hogy ennek van azért egy ilyen nemzet összekovácsoló ereje. 12-ben ott volt a férfi kézilabda csapat, vártuk a következő mérkőzést, tök jó dolog volt, hogy küzdenek, mellette jöttek a sikerek egyéni versenyszámokban, így összességében adja igazán. Női kézilabda, szóval... Női férfi vízilabda ott van, tehát ott várhatunk, de azért egy kicsit szélesebb spektrumra is tehettük volna, mondjuk tényleg a kézilabda kijuthatott volna. Így alakultak a dolgok, meglátjuk majd legközelebb. De attól függetlenül, most képzeljük el, hogyha mondjuk egy férfi vagy egy női kézilabda kijut, közel 200-as létszáma lett volna a magyar csapatnak. Tehát akik egyébként úgy általában kint szoktak lenni az olimpiákon, akár a női, akár a férfi, bár 12-ben a női kézilabda nem volt kint, de azért jó lenne, hogyha az elkövetkező időszakban nem csak az egyéni versenyzők tudnának jól produkálni, hanem a csapatok is. Na, mesélj nekünk egy kicsit az olimpiai faluról. Tudom, 88-ban még nem olyan volt. De hogy állítólag nekem mi, azért... Mi nem olyan? Mindjárt folytatom a kérdést. Aki érmet nyert, aki majd nekem van egy szabad napja, aki már kiesett, aki csak 3 nap múlva versenyzik, hogy ott mindenki mindenkinek nagyon jó barátja. Hogy tele adrenalintól, tesztoszterontól... Az adrenalin már elment a versenyek során. Vagy, hogy tesztoszterontól duzzadó férfiak és kiéhezett sportolónők, hogy azért az ott iszonyat bulik vannak, és hogy nagyon jó hangulatú. És hogy azért ott mindenki mindenkinek tényleg nagyon-nagyon jó barátja, tudni kell, hogy melyik ajtó nyitsz be, hogy ne láss olyat, amit nem akarsz. Igaz ez, vagy ezek csak ilyen legendák az olimpiai faluról? Hogy a 88-ra visszaemlékszem, akkor ezek csak legendák. Ezt mondom, hogy tudom, Szőulban még nem volt ilyen, persze. De hogy ott azért nagyon nagy bulik vannak. Most tényleg akkor térjünk vissza, azonnal jöttem haza. Tehát előtte fél évig edzőtáborban voltunk, az ember minél gyorsabban otthon akart lenni. De hogy mennyire így működik, vagy mennyire nem. De amikor a szinkronuszó lányok bejöttek, és végre kiestek az orosz szinkronuszó lányok, és ott voltak az amerikaiak. Nem, azért mennyire nem így működik a dolog, én azt gondolom. Tehát csak a kápákat fogdostad. 8-kor elmegy a nyújtóvasat, meg a korlátkarpát. Megnézted a magnéziumot másnapra. Mindenki 8-kor alszik, és csönd van az olimpiai faluban. Nem, 9-kor takarodó van, és pontosan, így van, 8:30. Szóval, hogy nem így zajlik. Jó, aki egyébként kiesik, maradhat, vagy azonnal haza kell utazni? Vagy még mehet, drukkolhat, nézhet? Tehát azok a versenyzők, akik, tehát az érmeseknek mindig fel szoktuk ajánlani, hogy jöjjenek haza az utolsó géppel, az aranygéppel, az érmes géppel. Aki azt mondja, hogy igen, az ott maradhat. Van, aki így dönt, van, aki úgy dönt. Egyébként a többieknek pontos menetrend van, akik az elején versenyznek, logikusan közben olimpia közepén hazajönnek, charterjáratokat is így rendeztük, mert azért hadd mondjam, ez egy fantasztikus dolog, hogy Budapestről direkt be Rióba ki tudjuk utaztatni a versenyzőket. Pihennek 12 óra alatt, ott vannak, nem kell átszállni, nem kell várakozni, semmit nem kell, akkor indul a gép, amikor indul, tehát nem, tehát ez van, gondolom, béreltek egy ilyen tengeren túli járatot, mert ugye az egy kis így van, így, úgy. Vagy 3-szori tankolással, de azért az úgy elég körül. Nem, egy 3-szor állunk meg. Egy 767-es Boeing-el visszatérünk. Wow, az igen, az nagyon menő. Így van. Hát máshogy nem is megy. Hát ki is jár nekik igen, azért. Érmeseknek oda-vissza. A többiek úszva. Haza, csak oda. Kicsit így inspirálunk. Oda-vissza. Jött közül egy kérdés, még egy fontos kérdés. Polgármester úrra már itt van kérdezni, hogy Győrben a villamospályát mikor újítják? Látod, meg így állnak, bár nincsen villamos. Sok smiley-re küldtek. Látod, megragadják a hallgatók, hogy itt vagy. Te is mész ki végig, ki vagy egyébként? Igen, én negyediken megyek a nyitóra, és aztán végig. És te is az olimpiai faluban alszol? Nem. Ugye ez már megszokás, tehát a maga az elnökök az összes országból ott vannak, eleve nem is aludhatnak az olimpiai faluba. Külön helyük van, egy külön szállás, ugyanúgy, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tisztségviselőinek, tehát ezeket úgy megszervezték, ez ilyen már hagyományként működik. És szerintem ez fontosabb dolog is, hiszen azért ne felejtsük el, 2024-re pályázik Budapest, Magyarország,
és hát azért ott komoly lobby tevékenységet is lehet és kell is folytatni majd kint. Tehát egyrésztről fő az olimpiai történet, de amellett azért nagyon sok olyan ember lesz ott, akivel ugye el lehet beszélgetni. Igen, szép dolgokról. Pénzügyileg változott valamit a helyzet a 4 évvel ezelőttihez? Hogy nyertesek? Iszonyatos drága lett. Már nem úgy. Ja, mert te nyertesekre gondolsz. Igen. Következőképpen működik, a kormány dönt mindig, hogy mekkora támogatást ad, ez mindig az olimpia után dönti el. Most azt hiszem maradt az aranyára, ugye? Természetesen megkérdezi a Magyar Olimpiai Bizottságot is, eddig így működött, biztos vagyok benne, hogy most is így fog. Ha mi javasolhatunk, akkor én azt fogom mondani, hogy ugyanannyi legyen, mint Londonban, ott 35 millió forint volt az aranyérem. De ugye ez nem a mi kompetenciánk ezt eldönteni, majd olimpia után meglátjuk. Én azt gondolom, hogy körülbelül itt lesz majd az aranyéremnek a... Az világviszonylatban körülbelül hol helyezkedünk el? Szerintem jól, elő. Nem tudom, hogy a többi országot honorálja. Ott vagyunk elő, igen. Nem lehet összehasonlítani, mert sok országban elsődlegesen, amikor elér valaki egy ilyen eredményt, akkor viszont a szponzorációk, a szponzorok iszonyatos módon jönnek. Tehát az felemelik, és egy Egyesült Államokban igazából neki abból van pénzed, hát nem az állam fogja utálni, és adja oda, hanem a szponzorokból. Nálunk más a helyzet, de ugyanilyen hasonló dolgot lehetne Dél-Koreában mondani, ott is komolyan az állam mellé állt. Ott van még olyan úgynevezett járadék, életjáradék, amit az olimpikonok, érmesek kapnak ugye Magyarországon. Szerintem ezzel mindenki egyetért nagyon helyes, kapják és megérdemlik, meg hát ugye azért egyrészt az életüket is teszik fel erre, kettő ott állnak 30 évesen majd az úrszín előtt, hogy gyerekek 26 éve úszom egy úszodába reggeltől estig, most akkor mi a fene van? Szóval, hogy ez az egy dolog, hogy kell is róluk utána is gondolkodni. A legjobb országi más építés, tehát, hogy... Igen. Ez egy fontos, fontos dolog. Ha már te teniszkedelő vagy, belenézel kicsit a teniszbe? Ugye egy-kettő most visszaléptek. Feleségemben nézik, imádja is a teniszt. Tényleg? Kinek drukkolsz? Családi program. Komolyan? Tényleg? Kinek drukkolsz? Kit nézel? Nadal fenn voltam, de most utóbbi időben egy kicsit gyengekedik. Igazából ennyi. Igazából. De minden jó mérkőzést szívesen. Tehát egyáltalán a jó teniszt azt szeretem nézni. És mert az ember úgy, tehát én úgy voltam, mert nem régóta teniszezem egyébként. Tehát úgy voltam vele, hogy amikor néztem, mondtam, hogy a totál könnyű sporták. Tehát, ez semmi. Annak tűnik. Mindent lelőtt, az összes galambot, mindent. Tehát nem igazán találtad el a pályát. Aztán úgy szépen, mikor már belejöttél, akkor rájött, hogy nagyon jó sport, de egy nehéz sport. Igen. Azt hiszem, a spanyolok egyébként pont a Nadal viszi az ászlót. Tehát ő kapta ezt a lehetőséget, hogy azért a szép, nem? Nálunk kiviszi. Ki az ászló? Ki a Szilágyáron. Szilágyáron. Hát ő is abszolút megérdemeltem egyébként. Abszolút. Torna nagy fájdalom, hogy nem vagyunk nyilván, nagyon, nem? Ja, gondolom. Nagyon, szegényként? Nagyon. Hát ugye már másodszor marad le miatt az olimpiáról. Ez a hülye kvótarendszer még mindig. Hát ugye most ez, igen, nehéz kijutni. Tehát sokszor nehezebb kijutni, mint ott, hát ez egy túlzás, de mégiscsak ott jó eredményt elérni. Krisztián most már másodszor került ilyen helyzetbe, és ugye úgy tudott volna csak kijutni, hogy 1-3-ban van az előtte lévő világbajnokságon, az a tavalyin, és sajnos kisebb hiba miatt nem sikerült, és nem sikerült döntőbe kerülnie, egy óriási pech. Hát ez, ő egyébként, aki lenne neki, legalább akkora esélye lenne, mint Londonban volt, vagy London előtt volt. Na igen, hát is rá sajnálom. Nagyon szimpatikus versenyző. Ráadásul nincs is rá biztosíték adott esetben, hogy kikerüljön a következő olimpiára, hogy eljusson, de hát akármikor nem jöhet egy sérülés. Nem tínézser már. Például egy érettségi. Neki azért utóbbi időben azért komoly gondjai voltak, hol a csuklóval, hol a vállával, ezzel, azzal, tehát azért meglátjuk, bár ő nagyon szeretne. Tehát az biztos, hogy a jövő évi Európa-ban és a világbajnokságon szeretne még indulni, aztán, hogy sikerül-e még 4 évet áttolnia, végigcsinálnia, oda eljutnia, az már egy másik kérdés. Nálatunk nem jellemző, hogy 40 év fölött valaki még ott vitézkedik. Hát nem, senki. Én nem is tudok olyanról, aki 40 évig eljutott volna egyáltalán, hogy még tornászik. Nem. Számolgatok? Tudom, hogy te nem tippelsz London óta, de hogy így van egy ilyen kis fejben számolás? Nincs. Nincsen? Még fejben sem. Fejben számolás, hogy nagyon mellé lőttem. Azon sem vettem se totót, se lottót, úgyhogy... Azt tudom, hogy London óta nem. Én bizakodó vagyok egyébként, annyit tudok mondani, hogy lehetnek szép eredmények, bízom benne, biztos, hogy lesznek is, de összességében nem, fogalmam sincsen, hogy hova fogunk eljutni. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy az Európa-bajnokságokon, világbajnokságon, különböző sportákban hogy szerepeltek a magyarok, hát jól, tehát a kajakkenő, úszás, azért ki tudjuk emelni. Az a kötelező éppen, nálunk szinte. Igen, de mindig voltak persze meglepetések, szerintem most is lesz, akire nem számítottunk. Judo, birkózás. Így van, bármelyik sportágban odaérhetnek, úgyhogy meglátjuk.
Hát minden érem szerintem, és minden öröm jól jön ennek az országnak. Azért ezt a foci EB is bebizonyította, hogy, hogy szükség van közös sikerekre, szüksége van arra, hogy kicsit az emberek ölelkezve menjenek az utcán, és kicsit átérezzük azt, amit nagy futballnemzetek mondjuk átérezhetnek minden évben, hogy de jó azért valami közösnek drukkolni, nem? Igen. És az olimpia azért az ilyen lehet. Majd az aranyaknak örülni, mint ahogy az EB-n örültünk már. Ugye ezeknek a góloknak, akkor már szerintem már ők is, ezek a sportolók legalább annyit érdemelnek, vagy többet. Így van. Igen. Zsolt, hát nagyon szépen köszönjük. Te most csak miattunk egyébként? Győrből ide mész is vissza? Effektíve igen. Akkor egy kávéval azért megkínáltunk? De most nem. Vizet tudok még adni. Hogyha itt maradhatnék annak. Keverek neked egy zabot, nagyon szíves. Jó, az inkább most nem. Csak kalappal. Nem, tényleg, ez egyfajta alázat. Azért azt mondja, a gyerekek megcsinálnak telefonon is, de följössz itt vagy, és mész is vissza. Jó, most azért bejönnem, most bemegyek a mobba is azért. Ha már itt vagy. Ha már itt vagy, ha már miattatok ide jöttem. Följöttem a Balázsékhoz, akkor ebben megnézek a mobba is. Igen, be akartam, hogy Arina plázam a feleségem. Pont út beestek. Drukkolunk, jó? Vigyázzatok köszönjük magatokra. Szépen, köszönjük szépen. Borka és Zsoltnak, köszönjük szépen. A MOB elnökével beszélgetünk. 8:09, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk. Minden hallgatónak itt vagyunk. Nem bírom a Zsoltot egyébként. Nagyon laza, nagyon jó arc, nagyon közvetlen. Kifejezetten. Nem? Tudja, hogy hova jön, tudja, hogy mire számít, ha te is nincsen megilletődben, megsértődben. A fővárosi közlekedés. Ugye? Tehát, hogy így valahogy annyira más, és jó látni. Ebben az esetben csak a hivatalos álláspontomat tudom képviselni, igen. Amely egyben a Magyar Olimpiai... Nem értem a kérdést ilyen formában. Ez valahogy nem ilyen, és ez jó, hál' Isten, tényleg. Komoly tényleg. Témáról beszélünk, ne vicceljük el. Ezek a sportolók az életüket teszik fel arra, hogy a nemzeti színek... Nem. Na, akkor érted, hogy mire gondolod. Egyébként igen. De hát és bocsánat. Mi tudjuk ezt nagyon jól, hogy ők sajnálom, hogy nem tanított meg kézen állni egyébként, azt bedobhattuk volna. Egyrészt mutassa meg, kettő, ha már itt van, mert hogy 50 évesen itt sutáskodsz, és ugye próbálsz megtanulni kézen állni, akkor érted. Tanítson már meg legalább egy felmenetelt, hogy kell felmenni kézen állni, mert kettőt lépni, ezt sajnos kihagytuk, ez egy jó gép lett volna. Ennyi. Igen. Pedig lehet annyi dolga, csak visszajön, ha halmos. Nem, már az Ázsia Centerből. Az ilyen, már vásárol a feleségének. Már fafülgombát néz valahol valami. Ha már fölugrott egyébként, igen. Szóval megteríthatott volna. Óriási ez volna. Hát nála jobban nem ért hozzá senki. Hát igen, ő azért tudott, igen. Pont a már a 88-as generációt említjük, pont a Sikével láttam most, aki nem is tudtam, hogy a Birkózók szövetségi kapitánya, a Sike András, a kötött forrás. Ugye hát ő is 88-as generációhoz tartozik, mert 88 őül, ugye ő ott csinálta meg azt a brutális emelést, és azzal lett ugye olimpiai bajnok, és ő most a kötött fogású szövetségi kapitány utazik ki a válogatottal, és ugye a Borka is 88, ugye ez jó. Az megdöbbent, hogy ugye beszéltünk róla, egy szóba került, hogy a torna nem egy olyan sport, amiben azért egy 40 környékén lehet vitézkedni, de egyetlen ilyen tornász volt, eszembe jutott, ezt nem mondtam is neki kint a folyosón, ez egy bolgár tornász volt, Jordan Jovcsev, aki 6 olimpián vett részt. Londonban még ott volt 39 évesen. Hány éves indult? És nézegettem annak idén a fórumokat, és így olvasgattam, és volt tornász, akik beírtak, hogy Jovcsev. Hát még együtt versenyzik, ő még él. De kemény. 6 olimpia. Hát az 24 éven keresztül vagy az élsportban. Vannak olyan képek fönn róla, hogy csinálja meg éppen a Krisztust, full ősz, tehát egy galambősz a fickónak a haja, és ott van fönt, és basszus, egy olyan erőelemet mutat be, hogy besírsz. Azért ez megvan, viszonylag friss hír, bocsánat, nem teljesen ide vonatkozik, csak hogy azért valóban mekkora veszély van az olimpián, hogy a Siena hozta le nem is olyan rég, hogy megcsonkított férfi és női holttestek jelentek meg egyébként az olimpiai stadion mellett a vízben, és mondják, hogy hát valószínűleg egy nő és egy fiatal férfi lehet az áldozat. Megcsonkolt testrészek vetődtek a partra. Hát, néhány nap múlva kezdődik az olimpia. Nem mostani hír egyébként, tehát pár napos, pár hetes, de hogy... Volt egy kis elszámolás, hát gondolom, vagy vita? Volt egy kis vita. Nem olyan messze a... Másképp intézik ott a dolgokat. Szóval, hogy azért ez így kemény, nem? Hát le van terhelve a rendőrség. Nem bízzák az igazságszolgáltatásra. Nem, ott nem nagyon hisznek az igazságszolgáltatásra. Ja. Tényleg mindenki, aki oda megy, azért az készüljön fel, hogy az ott nem annyira. Játék a Copacabana Beach-en egy utcajárus fedezte fel. De egyébként Rio híres strandján, ugye, hogy ez talán nem biztos, hogy oda de írik. Szépen úszik, ja nem. Egy levágott láb egyszer csak megérkezett. Nem tudják.
hogy került a, hogy került a tengerbe. Mondom, nem teljesen friss hír, de hogy azért az így nem annyira megnyugtató. Képzeljétek el, a gyerek táborban van, és miket tanul a táborban? Egy csomó újat, amit én sem tudtam. Ez egy ilyen, nem ökotábor, egy olyan kecsketábor, vagy kecskét fejnek. Mi kecsketábor? Figyelj, nem hiszem, a világ legjobb helyén van. Kecsketáborban van, ami arról szól, hogy szöcskét fognak, disznót etetnek, kecskét fejnek, ma csak 7 órára lehet menni a gyerekére, szólt, hogy ő kecskét fej, még fél hétkor. Még nincs elég rutin. Tegnap fél hétkor sikerült oda, én nem azt láttam, hogy Benni nagyon kapaszkodik a kecsketőgyébe, és nagyon fejé. Persze, apuka, hogy okos telefon, tudod, az a nem. Kicsit szemrehányóan nézett rám a gyerek, hogy mit keresek én ott fél hétkor, mert ő még szeretne kecskét fejni. Saját kezűleg előállított sajtot hozott haza egyébként a táborból, kecsketejet. És nem is ez a lényeg. Zsugorforjázott a rabolfa. Igen, 990 forintos felcímkézzel. A gyerek már árulta is. Na, hiszen barom jó helyen van, és nagyon imádja. Nem ez a lényeg, hanem, hogy újra hangyások vagyunk. És várjál, az árukapcsolás most. Nem, mindjárt megértett, hogy hogyan ez, nem? Újra hangyások vagyunk, már elmeséltem egy éve, hogy felütötték a hangyát nálunk a fejüket, és most elmentünk nyaralni, visszajöttünk, és mindenhol állnak a hangyák. Kiírthatatlanok. És a gyerek elmesélte, hogy egyébként jó lenne, ha leszállnánk a hangyákról, mert hogy ő azt tanulta a táborban, hogy a hangya jogilag védett, és hogy mi mit képzelünk egyébként magunkról, de hogy esze. Csak így... Ugye hát hogy harcolsz a hangyál, egy ideig megpróbálni tessékelni, hogy tesó, erősebb vagyok, menjék ki az ajtó, nem akarlak bántani, mert jó újjászületést akarok magamnak, de amikor ez nem történik meg, akkor szódabikarbon elhordása után ugye kénytelen vagy hangyaírtót alkalmazni. Mikor látod, hogy vidáman megy a szódabikarbon, akkor a hangyál hátán konyhaszegre. Rád röhögve egyébként azt is megeszik, mondom tesó, hát akkor folyamodjunk egy kicsit erősebb dolgokhoz. Megtanulta a táborban, hogy a hangya védett állat. Ne szórakozz már, hogyha mondjuk lecsapok egy hangyát, annak az eszmei értéke mennyi, 100 forint? Na most erre utána néztem, és kiderült, hogy egyébként van egy jogharmonizációs az EU-s folyamatok miatt, valóban egy ideje a hangyaboly és a sima házi veréb is védett állatnak számít, vagyis te 50 ezer forintra megbüntethető vagy, ha elkezdesz hangyát írtani, se a bolyhoz elvileg nem nyúlhatsz hozzá, se a hangyát nem bánthatod, mert hogy hát védett állatnak számít. Igen. Még a boly is. De csak 10 000 darabtól. A fészeképítő hangyafajok bolyai és védettek. Hát, ökológiai folyamatoknak betöltött, fontos és nélkülözhetetlen minősített szerepük miatt egyébként. Én kerülgetem a bolyt mindig a fűnyíróval. Tényleg. Hát, hogy persze, tehát én próbálom meg nem kiírtani őket, tehát néha azért okoznak kellemetlen pillanatokat. Hát amikor nem vannak a spejzben, meg a konyhában randalíroznak, és mosogatod a cumisüveget, és a hangya rádröhög, és éppen eszi még a maradék tápszert a cumisüvegből, az több, mint kellemetlen pillanat. Tehát akkor így finoman egy ilyen konyharuhával, sincs egy halkimát elmorolva. És akkor most mi lesz majd, Benni szól? És rám szólt, hogy ne tegyem, mert ő ezt megtanulta. Bezöldült a gyerek. Bezöldült nagyon. Az összientológusok kimosták a hangyát. Ki hát mosták a gyerek hangyát, ami nem baj, de mi most a gonosz szülők egyébként írtjuk a hangyát, ahelyett, hogy megkérnénk őket, hogy fáradjanak ki az ajtón. Kérdezem én, te mint szülő, egyébként ilyenkor mit csinálsz? Szembe mész a táborban tanultakkal, és azt mondod, Benni néz balra, és fogba fújod, és ugyanúgy fújod a hangyaírtót, vagy négy kézlábra ereszkedve megpróbálsz vidáman elbeszélgetni az egyébként vidáman arcodba röhögő hangyával, vagy legyen szíves kifáradni a lakásodból. Én az utóbbit, én hagynám a hangyákat békén. Hagyjál meg. szóval, hogy mi történik, és áll nagy szemekkel, hogy nem merjünk az ő kis hangyabarátaihoz hozzányúlni. Hogy írtott ki akkor? Nagyon. Én mondanám, na ide figyelj, most megtudod, mi az élet, az a sok hülye zöld. Tudom, hogy honnan jönnek. Tudom, hogy hol jönnek be. Gyilkold le őket. Kézzed, hogy úgy tudom, látom, hogy kihordja őket oda. Tudom, hogy melyik szomszéd után. Konkrétan látom a bejövetet. És tudod, mi van? Van bennük egy ilyen flagma nem törődömség. Mert tudják, hogy védettek. Van bennük egy ilyen... Nyilván van, és ezt az arckifejezésükből olvasod? Nem, igen. A várrándításból. Tehát én ott állok a fejük fölött, és ugye százat is megsemmisíthetnél egy lépéssel, és ők így rád néznek, és egy ilyen flagmán, kicsit hanyagul, mennek a társuk után, fölnéznek rá. Felnézek rá, és azt olvasod az arcuk, hogy csicska. Igen, körülbelül ezt láttam. Gyökér, mi van, hagyjál minket dolgozni. És vonulnak be a spejzba, hozzák ki a kis cuccot, hordanak el mindent, semmiféle
barátkozási szándék, a tárgyalás megkezdésére utaló magatartás, ne, semmi nincs bennük. A nagyma a lekvárját, ne! csak mondom neked, ne. Hogy nekünk a konyha szekrényen ki van rakva egy ilyen tálca, mit tudom, egy üveg, vastag ilyen üveg befőttes üveg, nem tudom miben, egy tálca ilyen édesítőszer, meg egy tálca kakaó. És elkezdték nagyon durván elhordani. És amikor te azt érzed, hogy a magántulajdonodat hordják ki úgy a lakásból, hogy meg sem kérdeznek erről, az háborúért kiáll. Ez lopás. Engem ne lopjon meg egy hangyabor. Raki nekik egy tányért, ami csak az övéké. És de mit tegyek? Mire jön a hangya? Mire megy el a hangya? Mit csinál? Nem akarom tényleg őket bántani, mert a gyerek helyre tett. De akkor nincs, mi van? Riasztó nincs. Tehát nincs. Ha ezt az egy lukat, ahol jönnek, lezárod valamivel, akkor úgyis talál másikat, mert a konyha bárhol ott az bejön. Bárhol. Jó, de van egy humánus módszer ennek? Sót szórsz ki, bár van olyan, amire a szódabikarbonát, amit amik elhordanak, azon semmi nincs. Hát csóvá találsz tetejét. Van humánus hangyaírtó? Kiraksz nekik ilyen csótányfogót, kiraktunk, tudod, hogy hát, ha egy pártársuk beleragad, ez egy olyan, ilyen, hát olyan, mint egy ilyen matrica, nem tudom, minek ragad a teteje, be van szorva valami illattal, amire elvig a csótány oda megy, beleragad. Ketten beleragadtak, okosak a kis roldékok, mert kikerülik. Uh-huh. Rohadtul kikerülik. Igen, két társ ott marad. Tesót. Igen. Tesó, erre nagy erre még elsuttogta. Nem jó! Elsuttogta az egyik, ne gyertek erre, a többi vidáman balról kerüli a kis leragasztott, én nem tudom, milyen kis matricát, és ugyanúgy, szemtelenül hordják el. Hát azért védjük meg a magántulajdont, nem? Hát! Mit csinálsz? Hogy írtottátok? Hát sajnos, mi se túl humános módon. Tehát mi elmondtál egy misét? Így van, egy misét, és akkor biztosan kell érte egy baptista, egy katolikus, egy református, és egy Hare Krisnáztunk. Kézzel, én próbáltam ilyen morzsaporcióval, de az is kiröhögnek, ugyanis kimásznak belőle. Hát persze, az ember fölmorzsa morzsaporcióztam őket, és gondoltam, majd mindjárt kijöntelek. A Viki visszatette a morzsaporciót a helyére, vidáman egyébként azon röhögve kimásztak a morzsaporcióból, és elkezdték rámenni a mosogató szer. Mert az van ott a konyhában. Én vagy fél évig porszívóztam őket, söprögettem őket, aztán egy idő után. Csak a hajtógázas spray és az öngyújtó. Ilyenre gondoltam, csak arra gondoltam, igen, hogyha elvileg nem szabad élőlényt ölni, megölsz 50-100-at egyszerre, minek fogsz újjá születni? Még én már mindegy, hogy minek, mert már nagyon sok rosszat elkövettem. De most tényleg a hangya, tehát most tényleg 50 hangyán kezdünk itt gondolkozni, hogy százon vagy ezren. Ő is mégis mételhetetlen. Én sem megyek be a bolyába. Ez is igaz, hogy én sem megyek el elhordani a kaját. Be a bolyába. Nem viszem el a cuccai. Nem vesz részre, amikor nagyon taposod őket. Ez lehet, hogy csak bosszú. Ez egy vérbosszú. Ők a társai. A társaik haláláért. Nem tudod, hogy miért. Jönnek. Így van. De jönnek és bosszút állnak. Rohadékok egyébként. Van bennük valamiféle felsőbbrendű tudat, ami nekem nagyon nem tetszik. Mert tudja, hogy ki rászolsz egy kutyára, tudja, hogy rosszul csinál. Rászolsz egy macskára, tudja, hogy rosszul csinál. A hangyában nincs ilyen. Az arcodba röhög és megy tovább, végzi a dolgát. Őt ne tartsd fel. Észrevettétek, hogy bennük van valami. Igen. Nincs bennük alázat. Az a fajta elhivatottság, hogy teszik a dolgukat. Tényleg. Igen. Na mindegy, nem tudom egyelőre most megint kiírtani őket. Hát ezeket, de vannak ezek a csapdák, amikor ugye elviszi magával a kis mérget, elviszi aztán a kis bolyába. És nem, ilyet nem akarok. Hát az egy tömeges öngyilkosság. Hát azt nem akarom magamra vállalni. Mi berakod a hangyát, és ő elviszi, mert azt hiszi, hogy kaja. És beviszi a bolyba. Beviszi a bolyba, és kiirtja a bolyt vele. Ó. Oh. Milyen hülye, hogy nem ismeri föl, hogy ez méreg? Nem, nem, bátor. Az nem, gondolja, nem. Hogy egy kamikáze. Fog menni. Így van. Igen. Japán iskolában jár bármit. Alig várja, hogy próbára tedd. Igen, amit a hátára pakolsz, azt ő elhordja. És az működik. De most 20-at kinyírsz, akkor a bolyból jön a többi. De vagy az utat elvágod, vagy kiírtod a bolyt, amit eljárt. Nem tudom. Nagy más nem tudsz csinálni. Vagy ti elköltöztök. Uh-huh. Vagy feladjuk, és átadjuk. Én azt nem tudom, hogy veszik észre, hogy nem vagy otthon. Tehát ezt nekem magyarázza majd valaki, hogy honnan jönnek rá, hogy egy hétig ott nincs mozgás, be lehet, az a kakaó az egyébként 3 éve kint van a pulton, már nem az, de hogy hasonló. Hát abból, hogy a vízőrolvasóval napozik Viki. Látják, hogy a gázos, a vízőrolvas és a kertész vidáman ugrál a medencébe. Persze. Hatalmas seggeseket ugrál. A postás a vízőrolvasról és a kémény seprő. Mesztelenül fürdőzik a kertben. Magában is, mert én kopogtatom cédulágon gyűjtök. Hangyák azt nézik és összesúgnak, nézd, megint messzeren a vízorájolvas, akkor mehetünk, a baliek nincsenek ott. Honnan jön rá? Látja, hogy nincs mozgás? Persze, lehet menni? Kinéz így a sarok mögül. Kinéz a bolyból és azt mondja, gyertek srácok, elmentek. Annak a kakaónak az illata ott van egy év. Nem érdekes, hogy milyen okosak egyébként? Igen. És mikor visszajöttünk, akkor lepték el a házat. Okosak? Intelligensek? Okosak. Hallja, pontosabban nem hallja, hogy döngöl a Lady Gaga.
Náluk az nagy persze. Miért nem azt mondtad, hogy gyakorol DJ-t? Nem azt mondtad, hogy bömböl a Tiesto. Mert Tiesto, hagyjam ezt túl igényes. Bömböl a lényeg. Így van, az Alejandro. 30-szor egymás után. Nyilván. Okos kis állatok, de tényleg, mire megyek legközelebb haza? Hogy két sárgarigó ül a kanapémon, érted? És tévéznek. És tévéznek? Érted? Két sűn meg egy vadászgörény beszélget a nappalimban. Igen. Albatroszok franciáznak a francia ágyon. Mondjuk néztem. Azt viszont szívesen megnézem. Nem, mert porcukor, sütőpor, ezt ne írjátok, ez egyébként tényleg nem. Jó. Ez már recept Ferinek küldték. Ja, már a pénteki recept. Na jó van. Szóval, hogy védett állat a hangya, ne írtsátok ti se, jó? Csak mondom, hogy a gyerek felhívta a figyelmet. De nagyon jó irányba megy egyébként. Jó irányba megy, tényleg. Ez jó. Ma beszélgetek kicsit a tanárral, hogy terelgessük, de azért szembe a szülővel ne nagyon menjünk, mert azért nagy baj, hogy otthon nem tudok hangyát írtani rendesen. Vagy jöjjön ki a tanár, és szedje össze a hangyákat egyesül, és vigye ki a táborba. Szóval a kecskéhez. Igen. Na mutatjuk a mixet, ez egy kicsit más lesz, jó? Figyeljetek, drága hallgatók, amit ki kell találni. Zsül készítette nektek a saját kezével, erre nagyon büszke. Próbáltok kitalálni, nem kéne, majd halljátok. Én mondtam neki, hogy ne legyen, de hát most nem tudom lebeszélni. Úgyhogy mutatjuk, jó? Figyeljetek! Jó vagy, Zsíl. Tényleg. Hát ez jó. Sok ilyet csinálhatnál még magadnak otthon. A család. Ezt a család trió játszotta fel. Igen, tényleg az utolsó kívül. Leültetek brácsázni tegnap este. Jó, na hát drága hallgatók, a lecke fel van adva, mit hallottunk? Jó, írjátok meg nekünk. 2 darab dalcím, 2 darab előadó. Igen, hát mi volt ez? Szerintem azért 1-2 felismerhető. Jó, küldjetek el nekik valamit, péntek van, úgyhogy 20 percig a tiétek vagyunk. Ha nem is a szó legszorosabb értelmében, jöhetnek azon kérdések, válaszok, amik elmaradtak. Most ez kimaradt, ugye múlt héten Szabin voltunk, előtte mással foglalkoztunk, talán pénteken volt valami fontosabb apropó, úgyhogy 2 vagy 3 hete nem volt ez a rovat. Interaktív 20 percünk. Ahogy Jánosz szokta mondani, az őszinte kérdések és a néhol őszinte válaszok. Így van. Ugye? Majdnem minden őszintén fogunk válaszolni. Küldjetek el nyugodtan, tényleg, amit szeretnétek tőlünk megkérdezni. Pénteken ugye az utolsó 20 percben veletek beszélgetünk, úgyhogy jöhetnek a kérdések, mi pedig jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 9 óra után 13 perccel itt vagyunk. Péntek van. Ma van a bratyom szülinapja, gyerekek. Isten értesen. Nagyon jó. Kicsit tesómat, tehát a 40 éves legyen. Azért ez egy szép szám. Lesz buli. De utána, amikor valaki lesz, hogy lesz buli. Kicsit tesómat. A bátyádról beszélsz. Töki. Csak elmondom, mindig engem vertek meg miatt az általános. Ő szólt be, én kaptam a pofon. Én voltam a kisebb, és mindig nagyon megvertek. De nem baj, kell az az embernek. Hát nem kell mindig jól járni, nem kell mindig jól járni. Igen, hát ő is átlépett a B oldalra, ez azt jelenti. Én még az A oldal utolsó. De rohadék, hogy álladon ezt húzod. Hát figyelj, az már az egy szép kerek szám, de ha férfi átlag életkort nézzük, 40 évesen te már akkor... Akkor már nem, hogy átléptél, akkor nem akkor a fia 60 és 70 között vége. A magyar átlag bizony. Férfi sajnálatos módon 60-70 között feladja. Bizony. Igen. Na, fölhoztuk a pénteket. Felhúztuk ezt a megszólást. Egyet, 10 és a halál. Igen, mindjárt mindenki öngyilkos lesz. Meg is. Ne, őt ne. Mert akkor még... Tabáni. Igen, őt még nem vitt el a szomorúság. Most házasodott meg nagyon hosszú, nem, és boldog életet kívánunk neki. Legalább megspórolt az esküvői zenekart, az menő, nem? Ő énekelt végig. Figyelj, 2 kilóval bejjebb vagy. Special guest én, ha nem tetszik, ne gyere el. Lász tán, zene, kaja, én lépek föl. Nem tetszik, nem jössz. Na, azt mondja, hogy közlekedjünk picit, közlekedjünk, nézzük meg, hogy... Mi a helyzet az utakon? Gyakorlatilag. M3-os autópályán ki van írva az Áhonynál, a határ le van zárva. Hoppá. Battonya, Somogyi Béla utcán most rakják ki a trafit, az M5-ösön a 135-ös után a felüljáróról mérnek. Vöcike küldte nekünk valami trafi van az M5-ösön, az 53-as kilométernél is Szeged felé. Új hely, írta nekünk Csé. Baleset van a 7. kerületben, a Dózsa-György út, Damjanics utca kereszteződésben. 3 autó ütközött, rendőrök már helyszínelnek, de a sor is nagyon hosszú a Tököli út felé. Ezt Attila küldte nekünk.
Valamint Kecskemétnél baleset az M, ezt mondtam, igen, 3 órát le lesz zárva a Savoia Park bombariadó miatt. Ezt mondtuk már, de 3 órát még nem tudtuk. Buszos Győző küldte el nekünk, és a Rákóczi híd felé a Tököli előtt a középső sávban villogó rendőrautó tartja fel a forgalmat. Ezt Ákos küldte nekünk, ott is nagy dugó van. Mindenhol, ma úgy látszik, jön a front, vagy elment, nem tudom, de ezt most így érezni. Na, azt mondja, hogy Anitól kérdezném, fülorgégész elérhetőség, aki rendbe tette a sövényet. Tök jó, miért? Jó, hogy mi van, hogy együtt öregszünk. Nézz utána, googliszt ki, Dr. Molnár G. Etelka, fülorgégész szakorvos. Tehát Molnár G. Etelka. Nagyon? Fantasztikus, doktornő, fantasztikus. Hihetetlenül precíz, és nagyon odafigyel minden részletre. Csodálatos doktornő. Úgyhogy örökké hálás leszek neki. Azóta se kellett orrcseppeznem, ami nagy dolog egy olyan ember számára, aki mint 20 éven keresztül minden nap függőszálltál, imádtad. Eddig volt a kézkenés, csörömpölés, orrspré az orrba, most már ebből egy eltűnt. Elmaradt a... Minden áldott reggel, minden megszorolás előtt, igen. Hál' Isten, egyre kevesebb, hát minél több mindent húzunk le a listáról, annál jobb, igen. Hol vannak Jani reggeli rockzenéi? Kérdez egy hallgató, messze? Nagyon messze. Nincs olyan messze, karnyújtási távolságra vannak tőle. Igen, egy gépben, itt már egy gépben. Csak mondom egyébként, ezt nem mondtuk, hogy jövő nem lesz Balázs, hétfőn, kedden, szerdán. Igen, tényleg nem vagyok. A kárpótlásképpen megint lesz rockzene. Atya úristen. Hát egy picit, most 6 és 7 között csak kibírod, te úgyis alszol. Nincs bajom a rockzenével, azzal van bajom, amit a Janihoz. Tehát, hogy a kettő között szerintem vannak árnyalatbeli különbségek, hogy hallgatható rockzene, ami egy széles tömege, gondolja szélesebb tömegekre, tehát kevés hörgés, kevés röfögés. Utána lehet, tehát én is nyomok rockzenét, ez a Green Day, ez most egyébként tőlem származott, de hogy... Tudod. De hogy valami legalább emberbaráti szeretetből ne legyen elkapcsolási faktor, ennyit kérek csak. Így van, mind a ketten szeretek sütögetni, csak te Ferim oldalas, Balázs meg pillecukrot, hát ez a különbség. valami olyat, amit azért úgy 10 embernél több hallgat majd meg, jó? Csak ennyit kérek, de rád bízolom. Oda fogok figyelni, tehát hétfőn, kedves szerdán mindenképpen lesz majd, ugye a félhetes hírek előtt mindenképpen, és odafigyelek, tényleg, jó. Tehát hogy kifejezetten commerce dolgokat fogok. Más az inger küszöbben, ezt szeretném benned nyomatékosítani, hogy ahogy te választ a zenét, más, ahogy egy átlag hallgat. 10 után átküldöm neked azokat az SMS-eket, amik a zenére jöttek, hogy tudod, hogy jól választottál. Nekem ezen nincs bajom. Az új Intumd, egy kis Death Angel. A nevük alapján nagyon jól lett. Elzúdolt egész Pest. Kazi kérdezi, Feri, neked mi a célod ezzel a szakát? Most írtam meg. Ezzel az egésszel. Most tettem rendbe. Nekem mindegy, nem mondok semmit. Mondjál, miért nem mondom? Most egyébként egészen. Most visszaírta, elbúrjánzott nyári volt. Gyerekek, a napsütés, a víz, az ezt hozza. De minek? Mit minek? De minek ez a szakát? Öregedsz vele, öregedsz vele. És? Hát nem tudom. Hát de most neked legyek fiatal még? Vagy kinek? Kicsim, hova már? Ha kemény a popsid. Akkor mindent tud. Az most kemény a tegnapi lövés óta, olyan kemény a jobb félteke, értek, hogy... Az érdekel, milyen a popsi. A szakállat, azt megbocsátom. Az csak mindegy, igen, csókolózás, nem, majd nem úgy szúrjuk egymást. Legyen kemény a popsi. Nem szúr úgy például, mint a borosta. Egyébként ez igaz. Gyere, csak ide mutatok. Ja, szóval erre megy ki a játék. Nem, a szakáll egyébként tényleg öregi, de hát nem kell ezzel foglalkozni. De tényleg. Hát kicsit billádenes vagy, de nem vagy. Hát most lehet, hogy az még jó jön életed. Majd a rád rúgja az ajtót, a Delta Force. Majd ha elvisz a tech. Akkor szakálloskodjál. Elvisz a tech. Igen, egyébként pedig divat most a szakáll, csak mondom. De nem ezért van, hanem mert lusta vagyok. Nekem mondhatod, én meg a divattól. Na azért. Jani, a két lány közül választhatnál, a pajkos kis japán, vagy a tüzes filipino? Egyértelmű, hogy a pajkos kis japán. A pajkos japán? Egyértelmű, a pajkos. Én a filipino lányokat nem kedvelem annyira, tehát valahogy nekem nem érik, de persze biztos vannak köztük csodaszépek, nem annyira. Pajkos kis japán. Pajkos kis japán. Így van. Milyen kérdés? Nagyon jó, hát szeretem. És a latinákat is nagyon kedvelem. Régi álmom, sajnos valószínűleg megvalósítatlan álom marad örökre, hiszen hűséges típus vagyok. Ettől még ezt kérheted születés. Nem, valójában sajnálom a pénzt egy kubai repülőjegyet. Ezt gondolom, hogy még nem tudsz összeszedni 3 srácot, akivel kimennétek Kubába két hétre. Inkább szerintem ez erről szól, legyünk őszintén. A természeti szépségek miatt mennék ki elsősorban. Természetesen soha nem láttam még cukornád ültetvényt, havannát is megnézni. A Moni van olyan toleráns, hogy elengedne igazából. Csak be kell dobnod 2 kilót egy kubai repülőjegyre. Így van. Már lassan eljutunk arra szintre, amikor már egyáltalán nem értek.
Nem, amikor megkapod ajándékba, hogy látom. Tudod mit? Mennyi, két hétre. Hát volt ez a film is, amiről beszéltünk. Így ez van. Elhajlási engedély. Ahol a nők ugye látják, hogy a pasik már nagyon jöjjék, és megengedik, hogy egy hétig azt csinálják, amit akarnak, a feleségek megbeszélik, hogy küldjük el a pasikat egyébként egy ilyen egy hétre. Az összes csaj bepasizik, a pasik meg tökéletlenkednek végig. Semmit. És az összes nő egyébként szerelmes lesz, de aztán persze nyilván FPM meg nem tudom, a pasik meg PlayStation-öznek, meg bénáznak valami diszkóba. 20 éves csajokkal, ahol már nagyon rosszul érzik. Most csak menjünk és zabáljunk be jól, majd holnap még van gép. Még van egy csomó időnk, majd össze fogjuk. És minden nap ezek, hogy szerdán mondják, jól, ma nem tudtunk becsőzni, majd holnap is végig PlayStation-özik. Ugye, hogy azt hiszed, hogy ha egy férfi kimenőt kap, akkor egy hétig minden közben, a nők adják a kimenőt, és a nők, akik beleszeretek a golfedzőbe, meg nem tudom, reálisztori, nyilván a golfedzőbe. Megy a full dedó. Kicsit a falik ilyenek. Igen. De jó fény. Kérdés, Janitól, Virág eszik húst otthon? Igen. Igen, mi ugye lelkismeret mindig megtalálja, mert eldugjátok, nem? Igen, most már egyre mélyebbre kell ásni a kertben. De hogy mi ugye lelkismeret alapból vagyunk vegetáriánusok, és én meg olcsóbb is. Semmit nem... megpróbálok komolyan válaszolni. Ugye, hogy azért olcsóbb is egy kicsit, igen. Nem lesz könnyű. Ilyen ellenszélben. 150 kiló marhahús, vagy egy kiló cukkini. Szóval, hogy a gyerek majd úgy gondolja, hogy is ilyen okokból vegetáriánus lesz, akkor az lesz. Ha nem, nem, én tiszteletben tartom az ő döntését, ő egy különálló, tőlünk független ego, egy saját individuum, egy ember, aki majd eldönti, hogy milyen útra szeretne majd rálépni, én ezt tiszteletben tartom, nem erőltetünk rá semmit. Ez rendes dolog tőletek egyébként. Ez kivételesen tőle. És senkire. Igen. Tehát én senkit nem agitálok egyébként. Persze nem, de hát azért mégsem. Bújka, mert csirke, vagy esedék csirkefarhát. Hát azért tudja a gyerek is, érted? Hát ha idősebb lesz, az bújka mellett. Hát azért, érted? Sporolunk. Lesz-e ősszel, gyertek át, kérdezi egy hallgató. Lesz, folytatjuk össze. Igen. El lehet jönni majd. Közönségnek is nyugodtan. Azt sokan kérdezték. Nem akarjuk árulni a jegyet? Bevállaljuk, Janival 10%-ért megcsináljuk. Elmentek a keletihez? Én is erre gondoltam pont. Lehet majd rá egyébként jegyeket venni. Úgyhogy be lehet jutni a felvétel, és október végén. A kérdésem, hogy ha kellene választani, kérdez egy hallgató, akkor Jani, sport vagy vegetáriánizmus, kolbász vagy csülökverét, bali tévi vagy rádiózás, kérdezi Rikó. Vegetáriánizmus. Igen? Nem örülnék neki egyébként. Hát ez nehéz választás. Az. Feri mindkettővel jól bánnak, kolbász vagy csülök, kérdezi egy hallgató. De ott nincs választás, tehát nekünk ezért szép az élet. Nem kell tipródni rajta, is. Vagy nem hajszoljuk bele magunkat ilyesmibe. Igen. Kérdezi egy hallgató, hogy tévé vagy rádió, hát én remélem, hogy ilyen választás nem lesz. Jelen pillanatban a rádió jobban érdekel, mint a tévé. De remélem, hogy nem kell választani. Tévé, hát ez egy érdekes dolog. Szerintem tök más a kettő. Nagyon más. Mindenki tök azt más gondolja, más, igen, mindenki azt gondolja, hogy ha tudod az egyiket, tudod a másikat, szerintem teljesen más a két dolog. Ez sokkal kisebb család, és ott állsz egy stábba, ahol van 50 ember, sokat számít, mások munkája. Másról szól persze, ott magát a formátumot és a műsort szolgálod ki, itt meg úgy beszélsz arról, abban a hangnemben, minőségben, ahogy te szeretnél. Tehát személyiség formálás szempontjából a rádió nyilván sokkal erősebb és többet ad hozzá. A tévé, hát ott nem tud elmondani dolgokról a véleményedet, mert ott van egy adott formátum, és azt csinálod, legyen szó bármilyen műsorról. Mondjuk egy közéleti témán az ember nem tud hozzászólni, vagy hát kevés a lehetőség, ha csak nem egy nyitott közéleti műsort vezetsz. Csak valahogy nem tudom, most ezek a formátumok úgy olyan jó lenne, jönne valami, ami kicsit úgy megmozgat, vagy úgy felrász. Tehát, na most nézd, megcsináltak ezt a mesztelen társkeresőt, amire azt gondoltak, én nem tudom, kicsit azt érzem, hogy az egész televíziós piac így körbe-körbe jár, és úgy sokkal jobban érdekel a gyártás, meg azt, hogy műsorokat készíteni, de maga a műsorvezetés az egyre kevésbé, mert most megcsinál az ember a 26. műsor. Persze szívesen vagyok, meg szívesen csinálom, meg megy az ember, meg szeretek az RTL-nél dolgozni, csak valahogy azt érzem, hogy kicsit minden ugyanolyan. És úgy jó lenne, ha jönne valami olyan műsor, ami ad egy lendületet, hogy na ez most megint olyan, mint régen. Nem? Igen, a tehetségkutatók mennek körbe, csinálják. Valahogy én most azt látom, hogy egyébként nincsenek ilyen nagy átütő formátum a külföldön. Mert külföldön sem. Mint egy ilyen nagy válságát élni. Lehetne. A televíziózás. Lehetne, csak az a nagy helyzet, hogy és műsorvezetők is vannak egyébként ezen az oldalon, és meg azon az oldalon, és akik tudnának csinálni egy jó műsort. Akik jó műsorvezetők, akik el tudnák látni ezt a feladatot. De hiányzik az a fajta kreatív tím, ami ezeket a szórakoztató műsorokat sikere viszi külföldön. Itt Magyarországon nincsen. Itt van a nagy pofa egyébként, főleg a kritikusok részéről, akik megmondják, hogy kéne, mint kéne, meg hogy mi a jó, meg mi a nem jó, meg hogy ez
ezért vacak meg azért szar, de hogy igazából a megoldást ők sem tudják. Kellenének a kreatív emberek, kellene 20-30 ember, és ezt nagyon komolyan mondom, tényleg legalább ennyi, akik összeállnak, és aztán pedig egy irgalmatlan brainstorminggal valamit kitalálnak. Valami vannak nagy kitaláló cégek világszerte. Világszerte, igen, de Magyarországon. Én csak Magyarországról beszélek most ebben az esetben. Igen, Magyarországon. Amerikában hogy működnek ezek a talk show-k, meg ezek a show műsorok? Nem, erre nincs lehetőség Magyarországon, tehát az egész televíziós iparág meg a piac az nem ilyen. Tehát ugye miről szól a dolog? Beleraksz mondjuk egy műsorba 6-800 millió forintot. Ezek a műsorok, ezek nagyjából ennyiből készülnek. Mm-hmm. Legyen szó most az RTL-en, nem tudom, futó, mit tudom én, gyerek tehetségkutatóról, vagy a TV2 futó, Sztár Akadémiára. Ezek horror pénzek. Most kirak bele ennyit, ki az, aki kikísérletez egy formátumot, ki az, aki felvállalja annak az ódiumát, egyébként beleraktál nagyon-nagyon sok pénzzel, a dolog nem működik, megbukik, tehát sokkal egyszerűbb nyilván átvenni egy már bejáratott formátumot. Ráadásul itt mindenki annyira leterhelt a televízió gyártása miatt, hogy erre egyébként szellemi kapacitás sincsen, hogy legyen még egy külön tím, aki kitalál. Vannak erre baromi nagy, az egész világot behálózó cégek, akiknek csak az a feladata, hogy fejlesszen, ezren dolgoznak, kitaláljanak egy formátumot, leteszteljék, majd eladják. Mm. Ezt nyilván egyszerűbb átvenni, hát ezt a kapacitást ezt nem lehet itt megcsinálni. Ráadásul ez egy hazárdírozás. Ha belegondolsz, egyébként kereskedelmi szempontból én se tennék bele 5-4-5-6 700 millió forintot egy olyanba, amiről tudod, hogy még sehol nem próbálták ki, átveszel egy olyat, megveszel egy olyan formátumot, ami mondjuk 10 országban már siker. Sokkal egyszerűbb. Agyak itt is vannak szerintem, csak a napi gyártás, meg az, hogy te kiszolgáld ezt a piacot, ez egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy évekig akár fejleszél egy darab műsor. Mire egy végleges formában látsz egy műsort, horror idő, horror pénz. Tehát az Endemol is van olyan, amit évekig fejleszt, mondjuk, mire te úgy látod a képernyőn, ahogy mondjuk azt szeretnéd látni. Hát erre itt nincs leginkább anyagi forrás. Igen, a pals igazad, hogy persze vannak agyak, csak na, az nagyon a baj, sok az jó a baj, hogy, szakember hogy azt gondolják, hogy ugyanazok az agyak gyakorlatilag mindenféle formátumot ugyanúgy meg tudnak csinálni, míg kint tényleg vannak specialisták, akik erre is rá vannak állva, arra is rá vannak állva, de csak azzal foglalkoznak. Nálunk meg mondjuk egy tévénél, akár az RTL-nél, akár a TV2-nél, ugyanaz a 3-4-5 ember, akik egyébként tényleg nagyon tehetségesek, ők csinálnak mindent, de mindenhez senki nem ért. Hát igen, meg vannak trendek, amiket átveszel, meg hát persze, mi is megyünk egy csomó trend után, de hát ezek beváltak külföldön. A Smukot kérdezitek, sokan jövő héten hívjuk, adjunk még neki egy kis időt, ugye Smukandorról van szó, aki csajozásba kezdett, feleséget keres, egyébként baromi jó reality, hogy kiült egy budai étterem terasz szára. Ígértük, hogy felhívjuk, de megbeszéltük, hogy ma még nem. Jövő hét elején szerintem ti valamikor rácsörögtök. És hívjátok, hogy hogy áll a lánykeresés. És egyáltalán sikerült-e valakit elcsalni arra az adott randira, amit itt mondott be, hogy ma a Sarsút szerintem van még étterem teraszára ült ki egy órától. Aznap, amikor beszéltünk, és ti fogtok utána járni, hogy mi a helyzet a Smukkal. Úgyhogy ez lesz. Azt mondja, a zenei palettán történt változásnak mi az oka? Közeleg a november? Vagy van élet a változatosságon túl, kérdezi. Nyilván is hallottátok, voltak változások a rádióban, nyilván lehet, hogy megváltozik egy-két zene is, ami szerintem mindig is jót tesz a rádiónak, ha van egy kis váltás, hát azért ez nem ördögtől való, volt olyan, hogy egy-egy rádió azért a menet közben, út közben tett be új régi zenéket, vagy egyfajta más mechanizmus alapján kezdett el dolgozni. Itt is voltak személyi változások, nyilván azok hoznak magukkal egyfajta változás a zenei palettán, de hát azért ez nem arról szól, hogy a megfelelő embernek a zenei ízlése, hanem nyilván kutatások alapján egy-két dolog változik. Ráadásul régi nagy zenék jöttek vissza. Így van, olcsón hozzájutottunk egy Hungaroton hagyatékhoz. Így van, ez nem te lettél volna, ezt nem mondod. De hát mi ilyenek, kicsit ilyenek vagyunk, igen. Most nem lehetne megcsapatni a Ferit, kérdezi. Nem, most nem, hogy a következő megszólalás még. Igen. Kérdezi valaki, nem írt alá sajnos, hogy ha visszamehetnétek az időben, melyik koncertre mennétek el, vagy fesztiválra? Például az első Woodstockira, vagy Jani valami Metallicára évszámmal, ha lehetne. Én utána néztem az évszámnak, mert nem voltam benne egészen biztos. 81 május, nem, már ilyen csak hol van, és még egyszer, 81 csak október 26, Bologna. Ekkor lépett fel először Bruce Dickinson az Iron Maidennel. Na, arra elmenni. Első ilyen. Így van, az első fellépés, ugye Paul Di'Anno után, ő volt a következő, és mindenki hatalmas elvárásokkal állt a koncert elé, és állítólag színjeles volt, és hát egy hatalmas húzás volt az egyébként meglehetősen kicsapogó életmódot folytató Paul Di'Anno után, aki ugye az első két lemezen nagyon-nagyon nagyot alakított, csak hát bele szeretett egy kicsit szítyózni, meg ezt, azt, amazt. Aztán jött a Samson nevű zenekarból Bruce Dickinson, aki azóta is a világ egyik, hanem a legjobb metal énekese. Főleg azóta, hogy szegény Ronnie James Dio elment. Az pedig az utolsó Heaven and Hell
koncert igen. Lett volna még, amire nagyon szívesen elmentem volna, de sajnos az már nem fog összejönni. Én az utolsó Mr. Rick koncertre mentem volna, és az Ária Bölgyel. Vali megvan a holnap űrszek cím, nem mondja ilyeneket. Bocsánat, csak mellettem már nincs kedvem műsorvezetés, ez írja Patrik. Egyébként ebből lehet írni, igen, de nem. És még az utolsó Heaven's Teen 7 koncertre mennél el. És az utolsó Heaven's Teen 7-re mennék el, és fölteném, hogy köszönöm, fiú. Köszönöm, hogy vége. Köszönöm, hogy nem vagytok tovább szomorúak ennyire, mint amennyire szomorúak vagytok. Igen. Ki a legjobb labdarúgó szerintetek? Hát, fociban nem vagyunk jók. Én Maradonát kedvelem még mindig a legjobban. Ja, azt hittem hármunk közül. Igen, közületek én, de hát egyiket is egy nagy labda zsonglőr. Nem. Igen. Én tengóban viszonylag jó vagyok, de már. Jól tengózol? Igen. Tényleg? Aha, nem vagyok rossz. Hát akkor van labdaérzéket, hát azért oda kell. Hát az az. Gömbérzéken, ha fogalmazunk így. Ja, igen. Bocsánat, most csináltatnám meg a fogaimat. Kicsit rosszul vagyok. Tangot akartál mondani. Mi a véleményetek a Hajdúsarka ügyről? Kérdez egy hallgató. Gyerekek, hát mi lenne a véleményünk? Hát ez... Bulvár tudunk csak, tehát nem beszéltünk egyikükkel sem. Valóság alapjának azért lehet, mert mind a ketten posztolunk. Valami van. Valami van. Figyeljetek, ez ugyanaz, mint amikor két ember szétmegy, csak ők nyilván közszereplők, meg hát eddig azért valamennyire a kirakatban élték az életüket. Ami most dől el talán, hogy lehet, hogy egy kicsit nagyobb hiba volt, mint amennyire ezt az ember gondolja, hogy nem csak a jót osztja meg, akkor a rosszat is meg kell, és a jót megosztani könnyű, hát a rosszat azért ugye sokan nehezebb, az embert kérdezgetik. De hát nyilván az ember drukkol, nem? Hát oldják meg, hát azért ott van két gyerek. Nem tudjuk, hogy mi van az ügy mögött, nem is nagyon firtatjuk, nem is nagyon hívjuk őket. Nem is vagyunk az a típusú műsor, ahol most hívogatjuk a Hajdút, hogy nekünk nyilatkozzon, nem azt megteszi a Bors. Mondd először. Mondd el. Mi nem tudjuk, hogy mi van az ügy hátterében. Hát nyilván jó lenne, hogy magánügyük. A gyerekek miatt elsősorban. Igen. Hát, feleset ugye, ez a gyerekek miatt, tudod, ez szerintem ez egy hülye érve. Nem lehet a gyerekek miatt együtt maradni. Tudod mit? Akkor kapd be. Ezért szeretek veled beszélgetni, mert ilyen felkészült vagy minden témában. Jók az érveid. Én nem hiszek ebben a gyerekek miatt együtt című dumában. Szóval ez szerintem ez egy rossz megítélése egy házasságnak, hogy a gyerekek miatt. Miért? Akkor máshogy fogalmazok, tehát, hogy ne mérgesedjen el úgy a kapcsolat, hogy aztán ez a vagy veled, vagy veled. De nem, akkor na, azt is értem. Abban tök igazad. Tehát, legyen normál, tehát, hogyha leizzárják a kapcsolatokat, ki tudja, nem tudjuk nekik, mi a jó igazából, akkor is a gyerekek ne sérüljenek, vagy igen. A lehető legkevésbé sérüljenek. Na, ebben egyetértek. Igen, azt nagyon sokszor hallom egy házasság, hogy a gyerekek miatt együtt. Tehát miért jó az egyébként két gyereknek, hogy folyamatosan veszekednek, megnyomorítják egymást a szülők, szoronganak, zaklatottak, mert folyamatos ordiválás van. A válás, van egy nagy trauma, de a gyereknek hosszú távon egyébként a nyugodt családi környezet sokkal jobb, mint hogy azt mondja, hogy az én szüleim elváltak. Tehát vagy úgy ez gyerekként, hogy 20 évig ordiválnak a fejed felett, és te is tönkremész, vagy végigcsinálod, fél évig rossz, de beleszoksz az új helyzetbe a gyerekként, nyilván trauma, de nyugi van. És a gyereknek a nyugi fontosabb, mint hogy két szülő egyébként eljátsz, hogy mennyire szeretem egymást, de egyébként megölöm. Szóval plusz azt a mintát mutatod a gyereknek, hogy maradj benne a rosszban, ő megtanulja, és kvázi tulajdonképpen valószínű ugyanazt végigcsinálja. Hogy belenyomorodsz, belesavanyodsz valamibe, ami nem működik, míg ha te felvállalod, hogy figyelj, ez van, ez nem működik, mi elválunk, de titeket nagyon szeretünk, és biztosítod arról, hogy érzelmileg a gyerek megkap mindent, és ő nem sérül, akkor ez egy olyan példa a gyereknek, hogy igen, apa, anya mert kilépni abból, mert nem volt jó, vagyis én is kimerek majd lépni egy kapcsolatba. Tehát egy hazug házassággal több rosszat tanítasz a gyereknek, kvázi becsapva magad azzal, hogy ezt a gyerek érdekében teszem. De hogy is azért teszed, mert nem vagy elég bátor, hogy kilépj belőle, vagy nem, nincs lehetőséged kilépni, az egy másik helyzet. És a gyerekre fogva a saját jövődet is teljesen tönkretetted, ugyanis válasz után te még találhatsz egy jó párt magadnak. Igen. Ha érted, és arra fogod, hogy a gyerek miatt nem jogos. Mész el, akkor leéled az életedet valaki igen. mellett. És ha hazudsz a gyereknek, eljátszod, hogy nincs baj köztetek, az nem azt igaz, megérzi. A gyerek megérzi. Nyilván megérzi, a gyerek miatt együtt maradni a folyamatos veszekedés, szerintem az egy nagyobb trauma a gyereknek, amiatt nem szabad. Visszatérve a Katáikra, hát rukkolunk nekik, nem látunk bele az ügyben, nyilván sose jó, ha valaki elválik, reméljük, hogy meg tudják oldani. Van egy pont szerintem, amikor az ember el tudja dönteni, hogy már nem tud bele többet tenni. A lényeg, hogy meg kell próbálni mindent. Tehát úgy nem szabad kilépni, hogy nem fogtátok meg az utolsó utáni lehetőséget is, nem? Ha a párod még azt mondja, hogy ide menjetek el, elmész, ha neked van még egy lehetőséged, és azt gondolod, ettől megjavul, megadod neki, és tehát tényleg mindent megtesztek, hogy úgy menjetek el, hogy figyelj, mindent megpróbáltunk, ez a dolog menthetetlen. Akkor viszont el kell válni. Én válláspárti vagyok.
történt, hogy szerintem sokkal jobb. Egy bizonyos ponton túl, nem? Mindjárt. Igen, mindjárt. Én nagyon sok házasságban belenyomorodott, egy ilyen nagy társas, magányban élő, egyébként egy baromi nagy kollektív hazugságon alapuló kapcsolatot látok magam körül. És egyszerűen jó, ez így. Nem szexelünk, nincs már semmi, el vagyunk, nincs feszkó, tök mindegy, hogy hol van a másik, tök mindegy, hogy mit csinál. Hazudjuk azt, hogy a mi házasságunk működik. És egy ilyen nagy hazugság halmon ülsz, amit hát magadnak se ismersz be, egy ilyen langyos, félmeleg valamiben. Szerintem az egy ilyen csendes halál, nem? Az. Tulajdonképpen azt megadod magad a sorsnak, és szépen eltemeted magadat azzal, hogy neked már nem lehet jobb vagy boldogabb. Vagy azt mondod, hogy hát a következővel is biztos, hogy ugyanide jutnék. Hát ezek ilyen hiú ábrándok, vagy önhazugságok. Úgyhogy, hát nem tudom, nehéz kérdés. Szurkolunk nekik, igen. Nem tartoznak szerintem azok közé, elég intelligens embernek tartom mind a kettőt, hogy mondjuk a gyerekkel zsarolják a másikat, vagy például a gyerekkel próbálnak bosszút állni, vagy a gyerekekkel a másikon. Biztos, az lehet, nagyon aljas. De hát hányszor, hány ilyen esetet lehet hallani? Belekeverni, visszaélni vele, az a zsarolni. Igen, hát ez a párkapcsolat azért ez egy nehéz történet. Na, játszunk, köszönjük a kérdéseket, ennyi fért bele, próbáltunk sokat megválaszolni, viszont játszunk, mert hogy elment az idő, 5:50, itt is van már egy hallgatónk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Zsolt vagyok Fehérvárról. Hello Zsolt, bocsánat, igen. Semmi gond. Nem, neked mondtam, mint János integet joggal. Zsolt Fehérvárról, hello. Igen, sziasztok. Mit csinálsz, mit dolgozol? Kérlek szépen, felszolgáló vagy a Fehérváron. És te még itthon? Hát, azért itthon is meg lehet találni a számítást, ezzel kapcsolatban ugye korábbi téma még volt, hogy milyenek a felszolgálók. Én azt mondom, hogy aki ezt hivatásul választja, az legyen normális, és legyen olyan, hogy tegye oda magát. Nem? Jó, oké, én egy kicsit idősebb generáció vagyok, mint a mai fiatalok, ez mi kell? Szóval ezt nem értem. Ez nekem nagyon nincs meg. Jó hallani ezt tőle. Jó hallani, persze, elsősorban persze mi, igen, egyszer volt egy ilyen, hogy megírtuk a hülye vevőt, megcsináltuk, és másnap megcsináltuk a, igen. Hallottam, igen. A hülye másik oldalt. A hülye másik oldalt. De hát akik elmennek, azért mennek el, mert nincs elég pénz. Viszont ezzel megágyaznak az itt maradóknak, hiszont ha valamiből kevés van, akkor előbb-utóbb emelkedik a fizetés, nem? Hát a fizetés emelkedhet lehet, csak nagyon sok múlik azon, hogy a főnök odaadja a jattot, nem adja oda a jattot, mennyi fizetést ad, hogyan van. Szóval ez nagyon bonyolult az egész, és ezért a kiszámíthatatlanság egy kicsikét benne van, és ezért is mondják sokan azt szerintem, hogy inkább akkor kocsolnak a biztos fele, meg a nagyobb pénz fele, mert azért odakint biztos, hogy nagyobb a lóvé. Hát igen, joggal. Egyébként minden, már tényleg minden héten beszélünk két-három hallgatóval, aki kint van. Ma volt egy buszsofőrünk. Ausztriában dolgozunk. Régen havonta volt egy, aztán két hetente, ma hetente két-három olyan hallgató, aki vagy külföldről hív, vagy külföldön dolgozik. Hát azért... Én nem megyek el, én maradok itthon. Nagyon jó, hát azért ez is jó. Ezt hála is jó hallani. Igen. Milyen a kérdések? Már csak miattatok is, már bocsánat. Hát, novemberig biztos, hogy itthon vagyok. Megyünk együtt. Jó, a gyerekek azért még sok víz lefolyik addig a Dunán, reménykedünk meg, hát a tulajdonosaink is dolgoznak az ügyön, szóval mi pozitívan állunk a dologhoz. Így van, a jó kedvünket el nem hagyjuk, ez a lényeg. Reméljük, hogy meg lesz, sok profi ember dolgozik azért ebben a rádióban, hogy működjön itt minden. Oké, mehetünk? Mehetünk, természetesen. Így szól az első kérdés, melyik sarkvidéken nem élnek pingvinek? A déli sarkon nem jelent tényleg. Így van. Ja, hülye vagyok, nem? Azért. De hülye vagyok. Jó, de aztán azóta kérdés, hogy melyik sarkon élnek, és erre te rámutad a déli. Eltöltöztek, basszus. Melyik sarkon nem élnek. Szóval, hogy melyik sarkvidéken nem élnek, szép volt. Nem élnek, jó. Az északin nem élnek. Északin nem. Igen. De ott nem élnek pingvinek. Na de te most mit kérdezsz, hogy hol élnek, vagy hol nem élnek? Hol nem élnek, jó, van, oké, igen, megvédettem. Kérdés az ott, hogy hol nem élnek. Hol nem élnek. Ó, ezt elrontottam. Hol nem, az északi, a délin élnek, ha még vannak. Igen. Zsolt, fantasztikus játék volt. Nem baj. Ez nagyon szuper volt, mindegy. Nehogy valaki elkezdjen állatkertezni SMS-t. Rövid, Jani, komolyan, hogy erre néhányan megjelenek, és mi van a hamburgi állatkertek? Kösz. Igen. Vagy a Johannesburgi állatkertek, mi van? Jó, tehát, hogy a melyik sarkon nem ősorosak a pingvinek, akkor így. Ja, jó, van. Na, tessék, megóvom, jó, hagyj. Zsoltikám, köszi, jó? Köszönöm, sziasztok, minden jót nektek. Köszi, szia. Hello, ciao, ciao. Na, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
3:10 lesz pontosan 3 perc múlva, jönnek a nap legjobb pillanatai. Fölhívtuk kora reggel, ami legnagyobb örömünkre, Rékasi Karcsit. Szegénykém, annyi minden jelent meg vele az utóbbi hetekben, hónapokban, úgy döntöttünk, hogy mi nem vagyunk tényleg az zaklatós, hogy most nyilatkozz, de felhívta Juli, hogy tegye tisztába a dolgokat, és mondja, hogy nagyon szívesen megszólal nálunk, hogy annyi minden rossz jelent meg róla az utóbbi hetekben, hónapokban, kicsit utána jártunk, hogy van, igen, hogy alakul a gyógyulás, és kértük, hogy oszlasson el minden olyat, ami nem volt igaz vele kapcsolatban, mert ugye gyógyuló emberbe még így belerugni a bulvár által, hogy ennyi hülye hazugságot írnak róla, és lábamputációt emlegetnek, meg nem tudom, szóval, hogy tényleg semmi se szent. És nem? Pont a legnehezebb időszakban, amikor minden erőre szükséged, hogy összeszed magad, akkor ezeket a szarokat olvasod. Igen. Szóval felhívtuk, örült neki, szívesen nyilatkozott, és mondta, hogy nekünk nagyon sok szeretettel, de hál' Isten jókat hallottuk. És jó híreket mondott, ez volt a legfontosabb. Igen, jó híreket mondott. És itt volt velünk Borkai Zsolt a MOB elnöke. Nagyon tisztelettudó interjút készítettünk szerintem. Igen, de helyes, veszi a lapot, lehet vele röhögni, és nem abban a szokásos, kicsit megszokott magyaros attitűdben nyilatkozik, ahogy sokan. Egy nagyon laza pasi, és nagyon sok mindenről beszéltünk, ugye közeledik az olimpia, elindult az első delegáció, és hát Rióról azért sok mindent hall az ember. Nem sok jót, próbáltunk utána járni egy-két konkrétumnak. Tehát sajnos a kézenállást nem tudtuk együtt gyakorolni. Igen, azt sajnálom, hogy elmulasztottuk, hogy tanítson meg téged kézen állni, hogy ne legyél többet suta. ez egy nagy viccer. Főleg tőle, hát ugye, igen. Mindenről lemaradunk, basszus. Nem baj, vége lesz az olimpiának, lesz egy csomó ünnepelni való. Megkívjuk újra, csak ezért. És akkor megtanít téged kézen állni. Na, minden. Spitpállal a vizért, az ikesigiket felejtő. Na, mindjárt. Nézd, János, azért még van esély arra, hogy legyen frekvencia, szóval. Nem feltétlenül rúgnám ki magunkkal a széket. Mindig van valami. Pontos, hogy elipszilonos az a jé, ugye? Igen, jó, szóval, hogy ez lesz akkor most nem sokára. Én nekem mennem kell, drágáim, elköszönök tőletek. Már most már. 15 bizony. Perc van még a műsorból, bocsássatok meg nekem ezt a vétket, de szolgálom a népet, és megyek televíziózni, ha még érvényes a belépőkártyám, ezen megszólás után, hogy... Szeretek tévézni, most kicsit jobban rádiózni, de ha lesz egy olyan formátum újra, nagyon szeretek tévézni, nyilván nem, de elmegyek, itt hagylak benneteket. Jó, Balázs csütörtökön lesz. Szerdán nem igen. Vagy. Csütörtökön lesz legközelebb, túlélitek, bízzatok bennünk. Tudjuk csinálni. Nagyon jó nyaralás nektek is a következő 5 napra. Ja, csak 2 lesz, bocs. Kicsit elmegyek egy kicsit, igen. Pihenni. Nem sokáig csütörtökön már jövök, ha túlélem. Ki kell pihenni ezt az elmúlt másfél hetet? Tudod, hogy elfáradtam, bocs, hogy milyen másfél hetet? Ja, tényleg. Hát, az semmi. Ó, figyelj, hát lassan 40 vagyok. 39 születésnapomat ünneplem, azért van. Tudod, mit beleraktam ebbe az egy hétben? Igen, hogyha utána számoltok, Balázs 24-24-ben nyomja. Egész éves lebontás. Igen. Komolyan mondom, olyan szemetek vagytok. Hát de, így, hogy na, azért megterhelő hét maradunk, hát most ez van. Igen, úgyhogy én csütörtökön, de ti hétfőn itt vagytok. Jó, előre mondom, nem minket bántsatok, mi itt vagyunk. Nekem küldjetek az SMS-eket, hogy az én nevemben, hogy rohadjál meg, Bali, hogy elmentél. Így van. Na, még jössz majd egy recepttel, ugye azt is elmondod, úgyhogy jönnek. Csabival, ha tudunk. Igen, én pedig csütörtökön. Jó puszi nektek, jó pihenés. Gondolok rátok, sziasztok! Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 5 perc múlva lesz 10 óra. Szevasz, Csabi! Jó reggelt kívánok! Hát hova tűnt ez a jó ember? Megijedt tőlem? Igen, már nem mert vele találkozni, azt mondta, hogy a tegnapi mezőtúri élménybeszámolód az pont elég volt. De mi volt benne? De semmi, teljesen jó semmi volt. Nem volt. Egyébként semmi. Annyira jó volt ez a fesztivál. Hát nem is értem, hogy miért nem mentünk oda több napra. Te mennyit láttál belőle, ne haragudj, mert reggel megérkeztél, ott voltál délután, és visszajöttél. Pont ez a lényeg, hogy azt nagyjából sejthető, hogy amikor este koncertek vannak, mi történik. Csápolunk, tombolunk, megiszunk ezt, azt nem tudom. De hogy az, hogy napközben milyen egy fesztivál, azt úgy ritkán látjuk. Uh-huh. Nem tudom, kimegyünk a Szigetre, vagy szoktunk menni ugye az Open Roadra, nem tudom, de ez a mezőtúri napközben, ez valami hihetetlen hangulata volt. Mert mindenki alszik. De nem, hát pont ez volt, és strandon voltunk, mindenki strandolt, ott áztatták magukat. És valahogy az összes többi fesztivál, amire megyünk, olyan szélesebb közönség réteget szólít meg. Itt meg szinte csak fiatalok voltak, mint mi. Aha. Tehát, hogy nem, aha, nem azért mondom ezt, az öröki fiatal. Ha most itt lenne a Balázs, akkor mondaná, hogy persze. És hogy nagyjából egy korosztály volt, mindenki nagyon lelkes volt, nagyon jó fejek voltak, mindenki mosolygott. Jó volt, nagyon jól éreztem magam. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját, mert utána mesélhetsz még. Jó, de nem azért, mert ezt kell mondanom, hanem mert hogy ez volt. Jó, mindegy is, miért csak mondjad. Persze, puncsolszolva, nem érdekes, hagyjad. Ja, ki kellett tölteni az időt, láttam. Persze. Már nincs mit mondanatok.
ennél még fél álomban is érdekesebb. Na, még egy utolsó. Ja, köszönjük szépen. Zenét ajánlhatsz nekünk, Csabi? Azért ajánlom a Nickelbacket, mert egyrészt én egyébként szeretem is, a hallgatók hiányolták a rockot, másrészt nagyon keveset beszéltem arról a héten, hogy, hogy ezen a héten a Klassznyár 2016 sorozatban a Nickelback van a főszerepben, és ma délután még, a Klassz délutánban pirosnál van a játék, ma délután még lehet belépőket szerezni a budapesti Nickelback koncertre. Ah, jó. Ami szerintem egyébként az év egyik legjobb rock koncertje lesz, így előreállhatólag, ugye tudjuk, hogy tavaly elmaradt, vagy tavaly előtt volt az, amikor hangproblémái volt. Az a lényeg, most jönnek, visszajönnek, megcsinálják, és lehet nálunk érdeket nyerni. Na hát most, hogy megkérdeztétek, már mondom is, hogy két ihletése van a mai receptnek. Egyik, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor egy morning show-s összecsapást tartottunk nálam Velencén, akkor pont a lányod volt az, aki imádta ez a karnaval nekem is lányom. Figyelj, igen. És azóta is meséli. És azóta is meséli, aha, hogy csinálok neki legközelebb is. Olyat fosat után. Igen, hogy mi volt a szám, amit megetetett a Rákóczi velem. Ez az egyik, másrészt meg ugye én Horvátországban voltam nyaralni, ráadásul az északi részen, úgyhogy ilyen olasz beütés van, és spagetti van a fokhagymás rákkal. Hát azt ez milyen a mindenére. De ez még pici kis vaj, fokhagyma, és a rák és semmi más, ennyi. Igen, igen, a rák megfőzöd a spagettit, vaj meg olívaolaj feles keverékével beszokták. Én szoktam megsütni. Szeretni hallgatni azt, amit te mesélsz, de soha életemben nem éreztem még annyira, hogy most itt, ha itt lenne nálad a zsebeddel, akkor is megennéd. Jól csináljátok ez, meg. Ez például az egyik nagy kedvencem. Ez nagyon-nagyon jó kaja, és ez a tényleg 10 perces, mert hogy amíg a tészta megfő, addig megsütöd a rákot, összekevered és kész. A Facebookon fönn van a recept. Jó? Nagyon jó. Akit érdekel, az megcsinálta. Hétfőn fogunk jönni ketten a Janival, rockzenével. Mind a 3 napon lesz egyébként majd a műsorvezető társunk, úgy tervezzük legalábbis, most már kedd meg a szerda már megvan. Nem áruljuk el még előre, hogy hallgassatok minket. Titkos átszokat, atomfegyvereket vetünk majd be. De hétfőre is mindenképpen beújítunk majd valakit. És nagyon fogunk igyekezni. Hívjátok Csabit a Kívánság műsorra, jó pihenést mindenkinek, hello, szevasztok! Sziasztok! Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt